reggelt kívánok! 2019. szeptember 27-e van, az idei utolsó temetésre készülök. A célpont pedig nem lesz más, mint egyfajta hagyományként, visszatérő momentumként, szezonzárásként, a megúhatatlan Erdély. Dél-Erdély konkrét értelemben nem tartozik Erdély központi régióihoz. Hogy miért mondtam, hogy konkrét értelem, ezt majd később kifejtem. Ismertsége és látogatottsága messze elmarad a másik két testvértől. Székelyföld és Partium árnyékában talán egy picikét méltánytól is elhagyagolt a bánság, pedig természeti látványosságok tekintetében semmiképpen nincs miért szégyenkeznie, és semmiképpen sem tartozik a peremkerületek közé. Nos, mi pár napig itt fogunk kirándulni, én azt gondolom, hogy érdemes lesz velünk tartani. Hát cucc az van, rendesen. Jó napot kívánok! Maga is jön? Első lépésben akkor berámulunk a terepjáróba. A Volkswagen Passat természetesen nem terepjáró, de ez még abból az évadból van, ami el fog menni ott, ahova nekünk kell. Miközben közeledünk a román-magyar határhoz, pár szót akkor arról, hogy az autós szakasz miből fog állni. 500 kilométer, és ez majdnem teliben délirán. Ejtjük meg a pénzváltást. Nem túl jó az árfolyam. Visszatérve még az úti tervhez, hogyha ezt a távolságot, tehát az 500 kilométer, ezt mondjuk keleti irányban tennénk meg, akkor egészen Székelyföldig jutnánk. De mondok jobban, ha nyugati irány, akkor egészen az Alpok. Az 500 kilométeres déliránynak remélhetőleg meg lesz az a jótékony hatása, hogy átkerülünk a mediterrán zónába, és talán egy-két nyári napot még ki fogunk itt szeptember végén. Az viszont jól látszik, hogy most igen hulladék az idő, de az előrejelzések alapján úgy tűnik, hogy azért ez a túra időtartalma nem marad így. Jelenleg éppen Nagyváradonon csúszunk át. Nagyváradon kívül még két komolyabb várost érintünk első körben, Aradot, illetve Temesvárt. Miközben a sebes körös kukucskál itt állt a híd alatt, elmondom, hogy Románia nem igazán van elengedve autópályákkal, úgyhogy elég keserves lesz a lejutás. Úgyhogy a dugóba való állásra sok filmkockát nem fogok elpazarolni. Lehet, hogy valakit ez is érdekel, de minket nem igazán dob fel. Ráadásul ez a Trottinger idő pedig ad egyfajta lehanguló keretet is az egésznek. Úgyhogy, ha nem haragszik meg senki, akkor hosszas közvetítést erről nem fogunk tartani. Aradon vagyunk. Ez sem egy gyenge hely. A maga 160 ezres lakosságával simán beférne otthon a top 3-ba. Hitler az jutott eszembe, hogy otthon nekem tényleg az összes ismerősöm azt úgy tudja, hogy Arad az Oradea. Mert hogy hasonló hangzású a neve. Oradea az valójában Nagyvárad.
Hogyha már megálltunk egy másodpercre, akkor mutatom a városházát. Íme, ott van a tűztorony a tetején. Igen, ez a központ. A századforduló még magyar többségű városban, ma a magyarok aránya mintegy 10%. Azért az jól látszik, hogy egészen komoly épületek vannak itt mindenfelé. Aradról a legtöbb magyarnak a vértanúk ugranak be elsőnek, de komoly ipari központ is, többek között például van itt villamosgyár, illetve így gyártják a metrót is. Arad neve szinte minden nyelven ugyanaz, vagyis Arad, de kevesen tudják, hogy honnan származik a név. Magyar eredetű, mégpedig István egyik alispánja volt, Arad. Egyébként a Marost láttuk az előtt. Miközben felcuppanunk Arad és Temesvár között az autópályára. Említettem, hogy autópályával Románia nem igazán van ellátva, de azért helyen közel található itt-ott. És amíg végigvágtázunk itt ezen a pár kilométeren, megragadtam az alkalmat, és bemutattam az idei túra résztvevőit. A túra első számú résztvevője Bihargó, akit pár napra előé tettem vezetőállásba, és mivel nagyon barátságos és jómodorú, akár azt is mondhatnánk, hogy kedves vezető, de ez a név már foglalt. A túra második részvevője Kobrankó, aki az anyós ülésen foglal helyet, és bár nem vagyok Bihargónak az anyósa, de azért megpróbálok a szerepnek megfelelően viselkedni. El kell, hogy mondjam, hogy lett volna még egy túratárs, a nevető harmadik, aki két okból maradt otthon, egyrészt mert ide hátra már semmiképpen sem fért volna el, a másik pedig, hogy olyan irétlenül röhögött, hogy azt nehezebb viseltük volna el. Egy jó hír viszont van, hogy nyugat felől derül, vonul a front, így lett tervezve. Romániában az autópályák nem fizetősek. A cserében van viszont ez a rovinyett, az általános útdíj, 14 lej, nagyjából 1500 forint. Egy hét. 3/4-60. Temesvár külterületén szívunk a dugóban. Nem valami barátságos a környék, de komfortos. Temesvár környéke egészen 18. század végéig ilyen mocsaros állapályos terület volt, és utána ezeket lecsapolták, és most ez a rész, ahol itt vagyunk, ez leginkább ipartelepeknek ad otthont. Csak figyelni ezeket a villanyoszlopokat itt, vagy akár a másik oldalon, illetve végig, ott. A román stílus, ahogy egyszer valaki megjegyezte, tehát persze ez egész Romániában így van, de Temesvár kimondottan kilóg a sorból, vagyis a kábelek városának is hívják. Most nemrég azt hiszem volt is hír, hogy a polgármester harcot hirdetett a kábelek felszámolására, mert hogy mennyire elrontják a városképet. Igaz, hát persze ugye ennek történelmi okai vannak. Leginkább az, hogy annak idején csak légvezetékek voltak. Kezdték a villanyvezetékekkel, aztán utána, hogy a digitalizáció egy jobban tért hódított, mindenki ezeket az oszlopokat használt, és a végén egy ekkora dzsumbúj lett az egész. Végül aztán most úgy tudom, hogy úgy áll a helyzet, hogy a drótokat megpróbálják levinni a föld alá. Hát nem lesz gyenge meló. Na, a következő a helyzet, tartunk egy átmozgató sétát Temesvár belvárosában. Ha minden igaz, akkor a főteret próbáljuk meg megkeresni. Ott vagyunk a képnyilacskánál, és az az apartament Varoc nevezetű hely a tippünk, hogy az lesz. Hogyha valaki Temesvár főterét keresi, akkor különösebben nehéz dolga nincsen, ugyanis az óváros egy viszonylag kis területen foglal helyet. Viszont az, hogy pontosan mit értünk főtér alatt, az már érdekes, ugyanis három is van Temesváron, de még egyszer mondom, nem különösebben nagy helyen kell keresgélni. Itt vagyunk a három nagy tér közül az egyiken. Úgy hívják, hogy Egységtér. Ez egyébként a mostani neve, ugyanis valamikor ez Losonci tér volt, illetve még Domtérnek is hívják. A Domtér értelemszerűen a templomokról kapta a nevét, itt mögöttünk is van egy. Itt ez egy barokkos tér, gyakorlatilag ezt hívják konkrétan Temesvár főterének. Miközben fordulunk és mutatjuk a térnek a további részét, elmondom, hogy mitől Egységtér ez. A magyaroknak nem fog tetszeni. Ez Románia egységéről szól,
mégpedig arról, hogy Erdély az Románia része, tehát a másik két régió, Havasalföldi, illetve Moldáviai, így egyben. A Bihargó az előbb megjegyezte az ő egységük tere. Átjöttünk a térnek egy olyan pontjára, ahol tulajdonképpen az egészet most már normálisan látni körbe, középen az a szanetli az nem takar be, ott mögötte az a hatalmas épület, az a művészeti múzeum, itt a Szent György katedrális most szépen megsüti a nap, és körbe pedig jól látszik a barokk főtér, annak idején különben Temesvár belvárosát Kisbécsnek is hívták, pontosan azért az építési stílus az nagyon hasonló volt. Egy érdekes kontrasztot mutatok, itt van végig az óváros a régi old stílusban, és így picit áttekintünk, akkor ott már ott vannak a Ceausescu féle panelházak. Pedig egy felújítás látszik, és azt Vihargó azonnal kiszúrta, hogy ameddig a víz elintézte az épület alját, ott lehet látni, hogy a komoly amortizáció ott van, és a felső rész az pedig gyakorlatilag teljesen le van verve, mert muszáj így csinálni. Szinte az elejétől kell kezdeni. Egyébként éppen azt beszéljük, hogy az egész olyan, mint egy saktábla. Ide-oda keresztbe az utak, egymásra merőlegesen. Nyilvánvalóan egy ilyen kaliberű belvárost inkább bringával lenne értelme bejárni. Én azzal is szoktam, és lehet is, itt van a bicikliút, de most ez nem áll rendelkezésre. A zsinagóga felújítás volt, az jól látszik, hogy ez se egy gyenge épület. Megvan a második főtér, Piazza Liberty Szabadság tér. Itt egy kicsit kevesebb a zöld. Olyan kommunistás hangulata van, és még egy dolog látszik, az épületek állagán azért van mit rendbe hozni még itt. A dolog érdekessége, hogy a főtér kellős közepén átmegy a villamos. És akkor végezetül megnézzük még ezt az újkori tákolmányt. Ez mi elnevettük ledes fának. A másik, ez a zöld pedig az energiafa, wifi spottal. Temesvári főtérvadászatunk harmadik helyszínére igyekszünk. Nem tudom hány unják, én már egy picit igen, de hát hogyha már itt vagyunk, akkor már csak befejezzük, amit belekezdtünk. Bár információs táblák nem igazán vannak, néha azért akad be egy-kettő. Itt például megtudhatjuk, hogy hol találhatóak a színházak. Van itt nemzetközi színház, magyar, illetve akár német is. Úgy tűnik, hogy a székelyek is jelen vannak Hargita megyéből. Nagy valóséggel csak árusok formájában, ugyanis a harmadik keresett tér az jelen pillanat éppen valami zsibvásárnak ad otthont. A helyi specialitásokon kívül, de például a KFC-ből ide szermányolt, panírozott csirkeszárnyak is felelhetők, hogyha valaki úgy kívánja. Tűnik, hogy megvan a brigás kapcsolat, hogyha már erről beszéltem. Tehát itt vagyunk a Győzelem téren, mögöttem található az operaház. Egy másodperc is akkor körbenézünk. Itt a hátra mögöttünk hosszan Győzelem tér, Piazza Vittori. A nevet egyébként 1989-ben kapta a tér, amikor is a forradalom itt robbant ki, talán biztos sokan emlékeznek, tehát ők is László is itt valahol a parókián volt a Securitate fogságában. Itt egészen végez egy hosszú tér, ott a legvégén pedig látható az ortodox katedrális, és azon túllevő parkban pedig 1989 végén bizony már keményen lövöldöztek. Hát mit mondjak, itt már van látvány. 2021-től Európa kulturális fővárosa lesz Temesvár, ezért vannak ezek a komoly fejlesztések, csomó helyen zöld pontok. Hát ez a szökőkút, ez nem gyenge. A ledes technika igencsak befölkülött. Egy utolsó pillantás naplementébe a Csicsás ortodox templomról, természetesen az előttelő park sem semmi, és a románok nemzeti szimbóluma, a Romulus szobor innen sem hiányozott, és még egy dolgot mutatok. Egyik oldalon végig a reneszánsz paloták olyan, amilyen állapotban, a másik oldalon viszont már Ceausescu is bekontárkodott egy-két szociál panelházzal. Még egy gyors visszatekintés itt a szökőkút mellett az operaház épületére, és már indulunk is tovább. Egyébként a nagy tér 200 méter hosszú és 40 méter széles, azért a monumentalitása talán átjött a videón. Temesvár! Bihargó! Mi az, amit eddig hiányoltunk? Hát a várat. Pontosan! Ugye benne van a névben? Nos, hát megtaláltuk, íme a Hunyadi várpalota.
az egyetlen komolyabb magyar emlék abból a korból, ami megmaradt. Egyébként a teljes óvárost valamikor egy várfal vette körül, ezt 1552-ben, mikor Temesvárt a török meg ostromolta, akkor lerombolták, és tulajdonképpen ez egy építmény maradt meg úgy, ahogy ahova Hunyadi beszorult. Végül is a csata az negatív előjellel végződött, ugyanis Temesvárt a török bevette, és utána 160 évig itt maradt. Egyébként az egyik legrégebbi építményről van szó, és hogy nem igazán stabilak már a falak, azt más sem bizonyítja jobban, ott tessék figyelni azok az újkori megerősítések, némelyik különben 2019-es, ugyanis vannak rajtuk évszámok is. Közvetlenül itt a középkori építményen szemben látjuk az újkori építményt, a Kázdemóde divatház, azt hiszem talán így lehet fordítani, fent pedig a tetőkert az étteremmel. Jó kis kontraszt! Atya, úristen, hogy milyen illatok terjengenek itt! A háttérben található Hunyadi palota jelenleg a Bánát Múzeumnak ad otthont. Sajnos telibefutót nem tudunk csinálni, hogy a székek itt eltorlaszolták a székely kapuval a kijáratot. A kürtőskalás egyébként 15 lej, hogyha mondjuk ugyanezt székelyföldön vennéd meg, akkor kijönne 10-ből, max 11-ből. Persze, el kellett ide jönni, és az üzemanyag meg ugye drága. Próbáltam gondolkozni, hogy milyen címet adjak az újkori műalkotásnak. Talán Méz Galladár telefonál indít le a legjobban. Természetesen a szokásos fotót megcsináltuk. A villamos hálózatot 1899-ben építették ki, és valamikor állítólag több mint 100 kilométer. Miközben bődületes mennyiségű madárraj vonul fölöttünk, és elképesztő, hogy vízhangzanak ezek az oldon épületek. Mutatok egy újabb demonstratív főteret. Ez valami hősök tere Románia történelme az elmúlt 100 évben. Hogy ez a mi szempontunkból mennyire szívderítő, azt mindenki tippelje meg. Szintúl Györgye öli a sárkányt. Sárkány ölő, Szent György szobra. Az újkori román műszaki technikát már úgy, ahogy ismerjük. Most mutatunk egy kicsit régebbit. A Ceausescu érából itt maradt szerelvény. Íme. Bevallom, nekem különben nagyon tetszenek az ilyen matuzsálemek. Johnny Weissmuller, viharvó, mondd el neked ez a név valamit? Tarzan. Pontosan. Mit gondolsz, hogy kötődik a városhoz? Hát... Nem néz ki találni, nyilván itt született, és aztán utána kivándoltak Amerikába, ötszörös úszó világbajnok, hogyha valakit nem tudná, és valóban Tarzánként híresült el, egyébként német származású volt. Riargo elvállalta, hogyha már szóba került Weissmuller, akkor ordít egy tarzánost. Tessék, halljuk. És a végén még volt egy agy, tehát úgy nézett ki pontosan, hogy azért volt a végén ez ugyanis magnóról ment. És ha valaki megfigyeli, akkor lehet hallani a végén azt, hogy kapcsolták a magnót. Tehát és volt egy ilyen a végén. És mikor gyerekkorunkban mindig felmásztunk a fára, és ordítottunk ugyanígy tarzán üvöltéssel, akkor a végén mi is mindig kapcsoltuk a magnót. De így nézett, próbáltunk rájönni, hogy ez az ide-oda mozgó célkereszt ez mi lehet, és arra jöttünk rá, hogy gerjesztik a mozit. Úgyis ez egy nagy természetes, illetve hát inkább azt mondanám, hogy épített, kőből épített mozivászon. A rögtönzött temesvári belvárosi sétánk ezzel véget ért. Én megmondom őszintén, hogy csak egy ilyen sekszellőztetésre gondoltam, ehhez képest többet kaptunk. Sokkal, de sokkal többet. Aki erre jár, ezt semmiképpen se hagyja ki. Temesvár, Románia harmadik legnagyobb városa, 320 ezer fővel. Ebben a másodpercben jövünk át a Béga nevezetű csatornán, ami persze nem volt mindig csatorna. Ugyanis a városon átvezető része szabályozva van, valamikor említettem az elején, hogy mocsárvidék volt, és utána ez a kis szabályozott csatorna eszedi össze a vizet, és viszi át, de továbbra is a városon keresztül. Emlegettem a kábel rengeteget még az elején, mutogattam is párszor. Amit viszont itt látunk, ez a hatalmas keszekusza itt a fejünk fölött, ez a troli hálózat. Európa egyik legkomolyabb troli hálózatával rendelkezik, 71 kilométerrel.
Ezzel kapcsolatban egy érdekesség, most az éven Salzburg környékén voltam Salzkammergúti kerékpártúra, és Salzburgban ezt turisztikai látványosságként hirdetik. Európa legkiterjedtebb trolli hálózatával rendelkezik, ami 74 km, tehát a Temesvárihoz képest alig 3 km-rel több. Mondhatni, hogy szinte ugyanaz, csak itt nem annyira jó a PR. Ebben a másodpercben kapunk egy kis ízelítőt, hogy milyen lehetett a Ceausescu érában Temesvár. Ugyanis nincs közvilágítás. Érdekes, hogy mindenképpen az van, hogy milyen csórók itt erre felé az emberek. Hát tessék figyelni, hogy mi van itt. Ez már tiszta Európa. 8:30. Nagy nehezen sikerült kivergődnünk Temesvárra, ami akkora volt, mint egy fél magyarországi megye. Még 100 kilométerünk van a célpontig, a Néraszurdokig, ahonnan a tényleges túra kezdődik, de az már a holnapi történet. Jó reggelt kívánok! Akik szokták nézni az én filmjeimet, azok tudják, hogy én nem csak szimplán nettóba a túrákat veszem föl, amikor már megyünk, hanem ez egyfajta eseménydokumentáció is. Egy átfogó képet próbálok közvetíteni mindenkinek a napjainkról, amiben benne van a táborhely, az étkezés, a dilemmázás, problémázás, logisztika, stb. Egyfajta érzelmeket is próbálok közvetíteni. Hát ugyanez volt tegnap is, úgyhogy már most itt elnézést kérek a kicsit hosszú autós felvezetőért, amiben volt egy nem tervezett városnézés is, de ugye nekünk ez az első napunk volt. Ugyanúgy a túra része, mint ahogy a mai is. A mai az viszont már keményen a közepébe lesz, úgyhogy javaslom mindenkinek, tartson velünk. Következik a Néraszurdok. Román idő szerint mindjárt 3:48, még nem akklimatizálódtunk át az óra hátállítás miatt. Kisétálok ide a kanyon külsejébe. A Néraszurdok kellős közepén vagyunk. Látszik, hogy ilyen őserdei a hangulat, pára köd és egészen meleg furcsa módon. Leginkább annak köszönhető, hogy éjszaka felhős volt az ég, és még esett is. Madárcsicsergés, artikulátlan vinyogás, földön túli hangok, amiket a környező sziklák felerősítenek. Víz hangzik minden. Félelmetes. Mondom még egyszer, mint a dél-amerikai őserdőben. Most, amit mutatok, van itt egy tisztás. Hát itt jól látszik, hogy főleg ezen a részen, hogy ezt táborhelynek használják. Gondolom, hogy főszezon van, amikor többen vannak. Mutatnám, hogy mi az, amit látunk. Hát, vagyis inkább azt mondanám, hogy mi az, amit nem látunk. Ott arra felé állnak a Begul tornyok. A Begul Mici, illetve a Begul Máre. A nagy, illetve a kicsi, amit most nem látunk. De ne jegyen meg senki, leszünk itt majd, itt lesz ugyanis az ebéd valamikor kora délután elfogyasztva, akkor talán a táj egy kicsit jobban fog kinézni. Mi viszont szándékosan nem a szabad ég alá táboroztunk, pontosan azért, hogy a sátor ne legyen túl vizes. Akkor tekintsük meg a táborhelyet. A Néra egyik oldal befolyója, a Lindini patak mellett táborozunk. Az jól látszik, hogy túl sok víz nincsen benne, de az is jól látszik, hogy szokott benne lenni. És akkor íme a helyszín. Két éjszakát fogunk itt tölteni, amiből az egyik már megvolt. És ahogy kalkuláltam, egy-két esőcseppet leszámítva, tulajdonképpen a sátor úgy száraz, ahogy kell. A talaj pedig úgy frankó, ahogy terveztük. Tartozik a táborhelyhez extraként egy romos ház és egy tűzrakóhely. A tűzrakóhelyet este majd be fogjuk izzítani. Az amerikai autógyártók mottója az, hogy a kényelem alapja a tér. Ezzel én is nagyon egyetértek. Egy 4 személyes sátrunk van. Egy pillanatra bekukkantok. Hát itt akkora tér van, hogy akár még diszkót is lehet rendezni. Értelemszerűen a hidegnek is van így tere, de ezen az éjszakán nem játszott. A teljes időtartamra vadkempinges túrát tervezünk. Egyrészt a körülmények is olyanok, hogy itt aztán tényleg az égvilágon semmi nincs. Tehát teljesen az is tálta mögött vagyunk. Se térerő, semmi ember se. A másik pedig, hogy egy évben egyszer-kétszer így elvonulni. Tényleg
ki a természetbe, az nekem valahogy ez engem feldob, feltölt. Persze a vadkempingezésnek ezt a fajta formáját, így ezt az autós kipakolós, ezt Európában legtöbb helyen már nem engedélyezik. Kivétel persze mindenképpen van, az pedig nem más, mint Erdély, itt még lehet. És hogy pontosan hol vagyunk, és hogy milyen területet fogunk bejárni, azt mindjárt mutatom. Kiterítettük ezt a térképet, valójában tényleg csak egy ilyen szakadtlepedő, egy kicsit ki kellett volna pofoznom, ezt még annak idején 93-94-ben apám vette itt Erdélyben, magyar, német és román nyelvű, a teljes Erdély látszik, itt talán áttekinthetőbb, ha mutatom, hogy így van körbe a Kárpát-koszorú, középen Erdélyi-szigethegység, ez pedig a lapos rész, és itt pedig látszik a mostani magyar határ, ez itt az Alföld, és ahova mi jöttünk, az pedig itt ez az alsó rész, így mutatom, a Bánság, ez a rész. Csak hogy egy kicsit legyen valami támpont, először akkor Temesvár, itt voltunk. A teljes út különben így nézett ki, itt van fent valahol Miskolc, én lejöttem Hajdúszoboszlóra, és akkor itt szépen átjöttünk, végig itt jöttünk le, itt vannak a városok, Nagyvárad, Arad, Temesvár, majd pedig lejöttünk egész ide, ez itt a szerb határ, és utána pedig szépen bejöttünk, mindjárt mutatom, azt mondja, hogy Oravica bánya, és itt, ahol ez a zöld van, jelen pillanatban, itt vagyunk. Ez azért van körbehatárolva, ez egy nemzeti park, ennek vagyunk jelen pillanatban, a kellős közepén, és egy kicsikét jobban kitekintsünk, a teljes régiót lássuk, ahol majd a következő 6 napot fogjuk eltölteni, az nem más, mint a Bánsági hegység. Gyakorlatilag szinte mindent meg fogunk nézni, leszünk a Szörényi érchegységbe, akkor a Duna mellett végig a déli hegykoszorú Lokva, Almás, Orsova, a Meádia hegységbe, illetve a Cserna hegységbe szintén lesznek túrák, szétnézünk a Hógyánba, a teljes Cserna völgyet megnézzük, és persze a túra fénypontjaként pedig az Aldunai áttörésre is szánunk majd a végén 2 napot. Ez most egy kicsit össze lett csapva, úgyhogy csak nagyon nagy vonalakban volt, menet közben természetesen majd minden világossá válik. 3.49 van, eltököltük az időt, viszont most már készen állunk, de még mielőtt elindulnánk, definiálni kéne azt, hogy mi pontosan a túra, mert sokan nem tudják. A hivatalos definíció szerint fogni kell egy túrabotot és nekivágni az erdőnek. Nos, a túrabot megvan, Bihargót pedig megkérjük, hogy akkor demonstrálja, mi az a túra. Tessék! Meg is volnánk a túrával, indulhatunk haza. Beszéljük Bihargóval, hogy az nem volt a definícióban benne, hogy pontosan az erdőnek melyik részéhez kell nekivágni. Hogy most a fához kell, vagy a kőhöz, vagy elég a zavarba. Többször próbálkoztunk, de sajnos csak a zavarba sikerült. A túra résztvevőjének bemutatása tegnap már megtörtént, úgyhogy ezt most nem részletezném. Mivel tegnaptól más nem jelentkezett, ezért a helyzet változatlan. A piros sáv turistajelzést fogjuk követni, és hogyha itt Bihargó mellett lekukucskálunk, akkor bizony a főszereplő, a Néra is felzárkózott. Ami végig követni fog minket, vagy inkább úgy helyesbítenék, hogy mi fogjuk őt követni. Egy titkot most gyorsan elárulok, hogy ezt a túrát mi már egyszer lejártuk. Sőt, hogyha nagyon pontos akarnék lenni, akkor nem ezt a túrát jártuk le, hanem a teljes túra tervünket, mind a 6 napot, mégpedig tavaly, ugyanekkor. Mondhatjuk, hogy ez egy remake, és ezt most szó szerint kell venni, ugyanis megpróbáljuk lemásolni a tavalyit, mégpedig szinte pontról pontra. Persze, sokan kérdezhetik most, hogy na ennek meg mi értelme van? Hát annak, hogy tavaly nem volt itt a kamera, és igazság szerint nem is akartunk videós filmet, az csak egy ilyen fotós túra volt. Aztán, hogy miért lett belőle film, annak leginkább az az oka, hogy én ezt a fotós túráról egy 4 részből a fotósorozatot szállítottam, kiraktam a honlapomra egy-két közösségi oldalra, és igencsak nagy sikere kerekedett. Nem is gondoltam volna, hogy ez a, egyébként tényleg egy ismeretlen környék, olyan név, ami a legtöbb embernek szinte semmit nem mond. Meglepően érdekesnek bizonyult a közönség számára. Az, hogy ki fogunk-e annyira jó időt, mint tavaly, abban csak reménykedni lehet.
Számunkra a tavalyi évben már megvolt az élmény. Az, hogy ebből mit tudunk majd az idén átadni mozgóképes változatban, az majd kiderül. Egy pillanatra megálltam, a ködből már sejlenek ki a sziklakúpok. Most az igazi gondunk az, hogy a sok helyen nem igazán van fasz a rálátás a hatalmas sziklatornyokra, de itt például szerintem elég jól látni, hogy végig fölöttünk már milyenek vannak. Bevallom őszintén, hogy a napsütés most már tényleg jól jönne, újabb írtás, és íme. Köszönfözni lehetne, nem Laci? Emlékszel még két évvel ezelőtt? Teljesen merőleges sziklafalak, és már a kőzet is rajzolódik ki, hogy milyen típusú. Egy újabb titkot árulok el. Mi tavaly ezen a szakaszon egészen a Damian házig autóval jöttünk. És hogy most miért nem jöttünk autóval? Annak megvan magyarázata, mindjárt itt következik. Ezt tessék figyelni. Szerintem jól lehet látni. Ez itt egy nagy kukli. Egy bukkanó úgymond, és tavaly mi ezen felakadtunk. Illetve inkább úgy mondanám, hogy majdnem felakadtunk, és a passzátnak megvan az a rossz tulajdonsága, hogy viszonylag magas építésű, ez még rendben is van, de nagyon hosszú a közepe a két kerék közötti rész, így elbilleg, mint a hinta, hogyha megakad. Egyébként semmi gond nem lett volna, nincs a patakbefolyó, de az ugye az van, és ez bemélyítette azt az oldalt. Tehát a másik oldalról, tehát ahonnan most mi jövünk, még simán átjöttünk, igen ám, de visszafelé már tudtuk, hogy gondok lesznek. Viszont mázlink volt, ugyanis a szurdokban egész nap nem találkoztunk senkivel. Visszafelé pont itt jött egy román házaspár, és négyen kézi erővel átlöktük az autót. Nyilván ezt most az idén nem akartuk megkockáztatni, pedig jól látszik, hogy remek táborhely lett volna itt is, és itt van a délaszurdok egyetlen infrastruktúrája, a Damian erdészház, majd egy kicsit később arról is, most ezt akkor nézzünk egy kis felvételt fölfelé, ha már egy picit kinyílt a táj, sajnos nem igazán, mert még mindig köd van, de az jól látszik, hogyha ott fölnézünk, hogy lassan azért már kezd szakadozni, úgyhogy lesz itt még jó idő. Egy visszatekintés a másik oldalra, azért itt is vannak sziklafalak. Szépen. Először nem jöttem rá, hogy mi ez itt valami magassági korlát, és tessék figyelni, ki van jelölve a pálya. Ott. Végig. Röplabda, vagy mi ez? Igen. Olyasmi, mi? Aha. A strand röplabdának egyfajta ilyen erdészeti röplabda, nem? Igen, igen, mindenképp. Ilyen elfajzott mutánsága. Na de, hogyha már itt vagyunk, akkor szétnézünk a Damian házban, ami jól látszik, hogy nem is egy ház, hanem rögtön kettő. Az épület komplexumot egyébként 1930-ban építette az erdészet, mégpedig a Néra környéki erdők hasznosítása lett volna a cél. Ez aztán nem valósult meg, tulajdonképpen maradt a vidék olyan vad, amilyennek kell lennie. Próbáljuk beazonosítani, hogy mi, hogy, hány méter. Szeparálva vannak a helységek, itt lehet jól látni, hogy íme egyszer, és íme egyszer. Tehát végig az erdészház nincs összeköttetésben, aminek leginkább az a magyarázat, hogy ez három fűtött szekció, tehát nagy valószínűséggel három külön család élhetett itt. Ha mondjuk vadkemping szempontból nézzük, akár jó is lehetne, egyetlen egy probléma van, hogy az egész teljesen tele van szarva. A szemlő épület pedig nagy valószínűséggel a gazdasági részleg volt, és itt lehet látni, hogy pince is tartozott hozzá. Még mielőtt bevágnánk most már konkrétan a keményebb szurdok részbe, tekintsük meg akkor, hogy mi is a terv. Ez az ismertető nem igazán jó, ugyanis a szurdok két vége nem látszik, viszont nekünk van egy másik. Szintén, hogy így ránézésre ez egyetlen térkép, amit találtunk, olyan, mintha egy hülye gyerek rajzolta volna, nem? Körülbelül annyi a felbontása. Itt lehet látni végig, hogy a piros túlsterhezésen fogunk jönni, és ami itt van, Kantor Damian, az is látszik, hogy majdnem a közepén van. Mutassad csak itt. Körülbelül itt vagyunk. És a szurdok Szászka Romana, illetve Újszopot között tart, így. Mi az, ami még látszik? Az, hogy össze-vissza kanyarog. Egy csomó 360 fokos visszafordító van. Ha nincs ment a nap, akkor az ember azt se tudja, hogy éppen melyik égtáj felé megy. Ez majd menet közben érzékelhető lesz. Még az látszik elég jól, hogy tele van pesterával. Mindenhol pestera, 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 pestera. Ez nem a pestit jelenti, hanem ezek itt mind barlangok. És a teljes területen van vagy 40 barlang. A terv a következő.
innen elindulunk akkor itt tovább, itt végig, ugye itt is jól látszik, és hát itt már nincsen rajta szerintem, de ezen látszik, Lacul Dracului, ott az a kis pöttyesek, figyelni, ott az a kis kicsike, ez egy kis tavacska, az az ördögtó, odáig fogunk elmenni, ekkora távról van szó, itt ezen térképen pedig körülbelül így egy ekkora távról, és akkor most esnek figyelni, hogy ez mennyi. Ott mutatom, a piroson, Lacul Dracului, 5-8 óra, 8,8 kilométer. Persze, hogyha valaki tud számolni, akkor a 8,8 kilométer, az sehogy se jön ki 5-8 órára. De miért van ez? Ott esett figyelni alatta a piros feliratot, très difficile, tehát ez egy nagyon nehéz útvonal. Hát mellett közben majd kiderül, hogy miért. Közben a táblán az erdélyi gyerek vagy most ülteti a fát, vagy most lopja. Egy újabb feltekintés körbe a Néra dél-nyugati sziklagalériájára, és akkor ebben a másodpercben vágunk neki a túrának. Itt most újra egy viszonylag hosszú erdei szakasz következik. Kicsit olyan dzsungel feelingre emlékszem tavalyról. Igen, ez stimmel is. Viszont megmondom őszintén, hogy a rövid gatyás újatlan pólós variáció nagyon úgy tűnik, hogy nem túl jó választás. Ugyanis jelen pillanatban egyrészt a tegnapi esőzések, másrészt pedig a hajnali pára miatt minden csuron víz. Közben pókhálók is figyelnek keményen, ahogy mondja Vihargó, de arra tartjuk, hogy törje az utat nekem. Több helyen vannak izvor jelzésű táblák, ami nem kellene, hogy meglepő legyen, mert karsztvidékről van szó. A meglepő inkább az, hogy a túraleírások azt mondják, hogy vizet azt mindenképpen vigyünk magunkkal, mert a Néra nem iható, források meg szinte egyáltalán nincsenek. Ehhez képest tavaly mi többet is találtunk. Egy vízfolyásunk törtettünk most itt lefelé, sajnos nagyon sáros. A fenébe. Na mindegy, hát úgy néz ki, hogy lejöttünk ide a Nérához, íme ennyi. Itt Bihargó seggel mögött pedig megmutatok ott egy sziklatornyot. Az előbb szemeztünk vele, nagyon fantasztikusan néz ki, szinte fölénk hajlik, de egyszerűen nincsen rálátás. Bár a túraútvonal nagy része közvetlenül a folyó mellett megy, a túra mégis nem produktív, őrületesek a távok, nagyon sok hosszú, látványtalan szakasz van, ahol nemhogy a sziklákat fenn nem látjuk, hanem sokszor még a folyót sem. Ez leginkább a nagyon sűrű növényzetnek köszönhető. Tőlünk jobbra lent remek fürdőpad, és lejárás is van. Homokos part, és a Néra itt be is lassul, tehát akár jobban is lehetne, egyelőre nem alkalmas rá az idő. De mivel nagyon úgy néz ki, hogy visszafelé is itt jövünk, majd meglátjuk. Lehet persze körutat is csinálni, majd még arról is beszélek a későbbiekben. Itt viszont már látszik, hogy kezd alakulni a terep. Ráadásul, hoppá, egy lyukacska. Tegnap esőzések miatt igen csúszós a kő is. Másfél órás erőltetett menet után kezdi a szurdok mutatni az igazi arcát. Látszik, hogy milyen típusú kőzetről van szó, mészkő, ugye erről már beszéltem, de hogy ezen belül is milyen, arról még egy picit később. Itt vagyunk az első úgynevezett produktív részen, jól látszik, hogy ez bizony valaki faragta. Hogy kik faragták és hogy mikor, arra majd egy picit később. Itt mutatom mindjárt, hogy itt már van sodronyos megerősítés is. Úgymond keleti Via Ferrata, így szoktuk hívni, ami azt jelenti, hogy hát van valami fém kirojtosodott madzag. Ennyi, azt jó napot, egy-két laza kampó, a többit meg majd megoldod magad. De már azért óvatosan, főleg félkézzel látszik a régi biztosítás is, itt legalább duplán van, illetve vannak túrabotok is. Próbálom mutatni, hogy a perem az körülbelül ennyi, alattunk pedig lehetne nagyot csobbanni, hogyha valaki akar. Ennyi az egész. Íme. Ezek a szakaszok lassítják be a túrát. És ráadásul csúszik is keményen. Érdemes megnézni, hogy a sziklafalak
egészen oda, befelé, egészen. Mi munka volt kimelózni, de nem emiatt álltunk meg, hanem tessék figyelni ezeket a sodronyokat. Ugye már beszéltem arról, hogy ezek egy idő múlva kiszárkásodnak, úgyhogy aki Erdélybe, Romániába jön túrázni, az a következőt csinálja, így meg kell fogni a sodronyt, de így nem mozgatni a kezet, hanem csak megmarkolni, befeszíteni, tovább lépni, elengedni, és utána megfogni, és utána újra ugyanígy. Nyilván a műanyag borításra ez nem igaz. Szerintem most jól látjuk, hogy a túra nehézsége valójában miben van. Tehát nem a szintekbe, mert a teljes szakaszon a szint az alig 1-200 méter, ahogy Viargo megjegyezte, talán még annyi sincs a folyószint miatt, hanem a szikába vésett utak párkányok miatt, illetve a másik a ide-oda csavargó folyó melletti út hossza, tehát a távolság. Újabb sarkalatos pont következik, ezt pedig úgy hívják, hogy La Carligue, és hogyha megtekintjük, hogy ez pontosan mi lehet, akkor szerintem már néhányan kitalálták, és ez egyfajta magyarázat arra, hogy miért jöttünk mi rövidgatyába, mikor maga az időjárás azért ezt teljesen nem indokolja. Bizony, nekünk oda át kell menni, és sehol nincsen híd. Még egy dolgot viszont megmutatok, visszatekintve, hogy a déraszurdok az valójában így néz ki, csak mi ebből gyakorlatilag semmit nem látunk, ezért mondtam azt, Biargo, nem tudom, hallotta, de hogy nem produktív a túra. Mert sokat kell jönni, néha egészen kemény körülmények között, és nem igazán van jó kilátás. Emlegettem a barlangokat, hogy hány barlang van, és ha felnézünk oldalra, akkor azért jó párjuk látható, amit a természet fúrogatott oda, és hát a megközelítése nem egyszerű. Még egy dolog, ott tessék figyelni, az előbbi sziklaperemes White út nyomvonala talán egy pillanatra látszik. Egy dologban azért talán szerencsénk van, azon kívül, hogy a víz sem különösebben hideg, hogy bár a nérának elég intenzív a sodrása, de most nem magas. Mert azért azt jó tudni, hogy az év nagy részében ez nem így néz ki. Sőt, olyannyira nem, hogy ha már egy picit fentebb jönne mondjuk akár comb középig, akkor bizony itt már egészen komoly feladat lenne átvenni, mert egyébként megsugom, hogy most is az. A pataknak amelyre nem annyira nagyon fasza. Ugyanis főleg ezen a szakaszon egészen nagyok a kövek, nem igazán turista barát. La Carligue letudva, viszonylag egyszerűen. Sajnos a napocska még mindig nem kukucskál. Ami csak azért felettébb idegesítő, mert a zőszínei már egész szépen mutatkoznának, de sajnos ehhez kellene a napsütés, és jól látszik, hogy nem igazán van. Egész jó fürdőhely megint. Homokpadnak természetesen azért itt a Néránál, a Mészkő kanyonban nem nevezhető, nem igazán vannak olyan helyek, de azért belül a meder az egészen jól néz ki. Nem igazán látszik, de így csináltunk most egy 360 fokos kanyart, így teljesen visszafordult ide mögénk, aztán pedig úgy fordult, és ennek a hegynek voltunk a másik oldalán is. Hogy miért van a felső perem út, gondolom mindenki kitalálja. Az előbb lent szaflattam a mederben, de az év nagy részében a meder nem járható. Legalábbis szárazlábbal nem. Persze, aki szereti a kanyoningot, az jöhet nyugodtan. De azért lehetőleg ősszel, illetve nyár végén. Megint van köteles rész, ez most egy ilyen gyenge kis szálacska. A terület, ahol vagyunk, a Néra-Beusnica Nemzeti Park része, ami Erdély, illetve Románia egyik legnagyobb nemzeti parkja, több részből áll, második fokozatú besorolásban van, 5 kanyon található itt, a legnagyobb a Néra, illetve az oldalvölgye a Beusnica, de ide tartozik például a Krassó szurdok, illetve ennek egy oldalága a Susára kanyon, amin különben, hogyha valaki úgy gondolja, akár vissza is lehet menni. Jól látszik, hogy ez már nem egy gyenge szakasz. Itt a Néra vet egy egészen komoly hurkot, természetesen a belsőben homokpad, ott szemben az előbb megjegyezte Biargo, hogy így egy kis mini Karibi-sziget, természetesen víz alatt szokott lenni az év nagy részében. Itt pedig egészen mély a víz, ha valaki úgy gondolja, akár fejest is lehet ugrani.
Na itt az első ilyen faragott alagút. Hogy ezek hogy kerültek ide? Illetve egyáltalán kik csinálták és mikor? Arról majd későbben fogok beszélni. Már csak azért is, mert ezek az alagutak nem ezen a részen vannak nagy számban, hanem a Sasca Montana felüli részen, ott pedig majd délután leszünk. Közben mellettünk itt talán egy kicsit fel lehet kandikálni egy legalább 150 méteres függőleges sziklafalra. Elmondom, hogy a Nemzeti Park az 36.400 hektárnyi terület. Egészen korán, 1943-ban védelem alá került. Majd 1993-tól terjesztették ki itt az Anina-hegység összes szurdokára. A terep egyre izgalmasabb, most már akár egy gátfutó akadálypályának is elmenne. Fél 11 van, és úgy néz ki, kezd kibontakozni a természet igazi színe, ugyanis előjött a nap. Viszont ha már előjött a nap, akkor még egy dolog elő fog jönni, mégpedig viszonylag hamar, az pedig nem más, mint a kígyó, és a környéken vannak kígyók, leginkább viperák, és azokból sem egyféle. Homokin meg a szokásos keresztesen kívül még van szarvaspipera is, ami hát valljuk be, hogy nem túl szívderítő, de hát akkor is ez van. Általános szabály különben, hogy a vipera mindig az élen haladót marja meg először, mennyiben az lép rá, az vesz észre először. Úgyhogy a mi esetünkben éppen ezért elég nehezen alakult ki a sorrend. Biargó azért elvállalta a vipera felderítő szerepét. Ő dobbangat, illetve ha hoztuk volna a botot, akkor értelemszerűen ütötte volna a talajt. Erre mindenképpen érdemes figyelni. Aki erre jár, természetesen azért szemet nyitva. Az én esetemben nyilván nehéz az ügy, mert én kamerázgatok és sok minden más felé is figyelek. Úgy döntöttünk, hogy itt a műugró helyen tartunk egy kis pihit, és hát bevágunk egy kis italocskát, vagy valamit. Amit pihizünk, gyorsan egy mellékszál, a videóimhoz lehet kommentelni. Én nem tiltom le a kommenteket, jöhetnek negatív, pozitív kommentek, és az érdekesség, hogy a legtöbb negatív komment az erdélyi videókhoz jön, leginkább azért gondolom, mert itt ugye sok magyar lakik, akik persze jobban tudnak nyilván sok mindent, mint én. Statisztikai adatokba természetesen bele lehet kötni, én azt mondom, de azért a véleményemet nem kellene megkérdőjelezni, mert az a sajátom, hát nyilvánvalóan másképp gondolja, erről ennyit. De mondok akkor egy eklatáns példát. Valamelyik videómban egy fickó, miután jól lebaszott, már elnézést, elmondta, hogy milyen hülye vagyok, mennyire nem értek hozzá, és utána betett egy linket, hogy tanuljak a profittól, hogy kell ezt igazán jól csinálni, és ott a link. Hát én rákapcsoltam, Travellina lista, az nyílt ki. A Travellina, ez egy ilyen blogger, azt hiszem talán egy csaj, és azt hiszem az Origón is megjelent ez a cikk, hogy a világjárók, akik kitapossák előttünk az utat, ez a címe, és fel vannak sorolva tényleg nagy kaliberű fickók. Tehát Himalája, csúcshódítás, Antarktis, stb. Minden. És akkor most jön a koppanás. Ki figyel ott, Bihargó, mit gondolsz a Travellina listán? Első videó kézzel. Túra videó kategóriában Kobrankó. Még egy másik emberrel együtt. Tehát ketten vagyunk. Na most innen üzenem akkor a kommentelőnek, hogy apuskám, hogyha okoskodsz, akkor legalább annyi fáradtságot vegyél már, hogy az általad belinkelt cikket elolvasod az elétől a végig. És akkor nem nyal vissza a fagyi. Akkor nincs pofára esés. Mert így nagyon volt. Próbálom kiszedni valami édességet. Csoki banán. A Bihargó folyamatosan pakoltak el cuccokat. A végén már komolyan azt láttam, hogy a Stroganov bélszín az mikor jön ki a táskából. Nagy a kaviár. Egyébként megsúgom, hogy nekem a kaviár például egyáltalán nem jön be. Dumálhatnak nekem bármit, hogy ilyen fasza meg olyan fasza. Az egy snob kaja. Egyébként jól lehet látni, hogy kavarog a víz, ahogy forognak a levelek. Szóval van itt törvény. Még egy érdekes dolgot mondok. Bihargó, kérdés következik. Melyik irányba megyünk? Arra. Igen, arra. És az kelet, ugye? Logikailag. Körülbelül igen. Körülbelül kelet. Nézd csak fel, hol van a nap. Hát igen. Stimmel itt valami? Nyugat-délnyugat irányban van a nap. Tehát itt jön ki az, hogy hova forog itt a kanyon, mi? Hogy fogalmuk nincsen. Ja, gyakorlatilag most úgy tűnik, mintha visszafelé mennénk. Ezzel kapcsolatban ezembe jut most egy történet. Egy gyerekkori cimborám,
mindig vizsgáztattuk, hogy, hogy mi merre van, milyen égtáj felé, és szivattuk. Persze nem tudta, de hát gondoltuk, hogy semmi gond, hát majd kinövi, majd megtanulja. És megkomolyodott, főrendőr lett belőle, tehát mondjuk úgy, hogy sokra vitte. Múltkor találkozok vele, bevágjuk már a vizsgakérdéseket, mi merre van, melyik égtáj, hogy van, és hát megint bebukott. Mondom neki, hogy most jelen pillanatban éppen 12 óra van, és akkor ott van fent a nap, és mondja meg, hogy az melyik égtáj. Egy ideig gondolkozik, erre megszólal, hogy hát az csak nyugat lehet. De mondom, dél van, és ott a nap fönt, délen. Gondolkozik, gondolkozik, kelet. Kérdeztem tőle, hogy hogy találsz haza? Szag után, mint a vaddisznók? Dehogy is. Hát ott a GPS. Az elektromos kütyük majd minden problémát megoldanak. És ha nincs térerő, akkor mi van? Akkor ott posztulunk nyomorultul? Mint például itt. Se GPS jel, se semmi. Arról életbe. Hú, na hát ennyire csúszik. Hú, ez igen. Gondolom bele, hogyha mondjuk most kifitamodott volna a bokám, hogy akkor mi van? És éppen most emlegettem a GPS jelet, meg egyéb mást, ami nincs. Hogyan hívtunk volna segítséget, vagy, vagy egyáltalán? Mi csinálunk? Jó kérdés. Na mindegy. Hát, pedig még csak az első napnál vagyunk. Azt, hogy Romániában vagyunk, azt a bődületes mennyiségű szemét flakonok mutatják. Pedig ha valami, akkor ez tényleg az Isten által mögötti hely. 11 óra, mondanám, hogy időben vagyunk. Sajnos nagyon nehéz megítélni, mert a viszonyítási pontok nagyon távol vannak egymástól, és a másik, hogy egyáltalán nem látni előre. Lehet tudni, hogy a 160. folyókanyarulat után mi van? Mi következik? Mindjárt jön egy jó kis kilátás, kicsit át kell itt vergődnöm. Elnézést. Bejön és hozok ide, erre a párkányra, és akkor ott tessen figyelni. Egy teljesen függőleges sziklafal. Ha valaki volt már az északi 1000 éves határon, a szlovák-lengyel határon, a Dunajec áttörés ehhez hasonló. Az ettől egy sokkal látványosabb turisztikai régió. Tutajokkal lehet végigmenni a mindegy 15 kilométeres kanyonon. A tutajtúrákat egyébként a helyi lakosság, a gorálok üzemeltetik, és a lengyel oldalon pedig végig hasonló sziklák vannak, mint itt. Persze kijelölt turista utak visznek, hát ezekre itt fölmenni szinte esély sincs. Ez egy teljesen áthatolhatatlan dzsungel, és az, hogy a völgytalpon egyáltalán van út, azt is még egyszer mondom, nem a mai világkor embereinek köszönhetjük, hanem valamikor 2000 évvel ezelőttről származnak. De ha már a 2000 évvel ezelőtti ember szóba kerül, akkor tessék, mutatok egy mesterművet, íme, és ha valakit érdekel, akkor tudok mutatni még egyet. Tudom, hogy majd később beszélek ezekről, úgyhogy még mindig kétségek között tartom a kedves nézőket, hogy hogy kerültek ezek ide. Szóval a Dunajeccel való párhuzam az tényleg valós, ugyanis nagyon hasonló a kettő, azzal a különbséggel, hogy az egy jóval civilizáltabb környezetben van, és sokkal könnyebben megközelíthető. Ebből adódik, hogy a tömegturizmus is igencsak ellette, na hát az itt nincs. És ennek leginkább az az oka, hogy gyakorlatilag a terület megközelíthetetlen. Azt, hogy mi hogy jöttünk be, azt tegnap éjszaka nem tudtam dokumentálni, de majd kifelé menet megmutatom. Hát nem volt egyszerű, maradjunk annyiban. Hogyha már a megközelítésnél tartunk, a szurdoknak van két vége is. Szászkabánya a nyugati oldalon, illetve a másik oldalon Újszopot, amik gépjárművel simán megközelíthetők aszfaltúton. De ugye akkor ahhoz a szurdokot hosszában kell végigjárni, hogyha valaki be akar mondjuk jönni a közepére, vagy pedig egy oda-vissza változattal, majd még erről is mondok egy picivel többet, hogy milyen variációs lehetőségek vannak, de a szurdok óriási mérete miatt, leginkább a hossza miatt,
ez elég nehezen kivitelezhető. Illetve hát ezt azért nem mondom, hogy nehezen kivitelezhető, inkább azt mondom, hogy egészen komoly logisztikát igényel a szervezés. Emlegettem, hogy nem nagyon vannak szintek, azért néha bebe figyel. Itt például most jön egy láncos szakasz, ennek a hegy oromnak ugyanis fel kell menni a tetejére. Persze nem különösebben bonyolult, már úgy értem, hogy a szint, viszont az jól látszik, hogy a terep nem könnyű, továbbra se. Újra mutatom a sodrony, azon kívül, hogy vékony, és nem igazán jó a fogása, még ki is leng, és itt jól lehet látni, hogy itt a kapcsoknál a szokás szerint ki van rojtosodva. Bialga itt az előmegijeszte, hogy nagyon spórolnak vele, jó, hogy nem, a végén még már majd biciklibovdent fognak kifeszíteni. Mi kell elmondanom, hogy a Nemzeti Park az taxa vizitáre, magyarul, hogy fizetős ám. Bialga mondja, hogy gyíkokat már lát, nem örülök neki. Ha gyík van, akkor előbb-utóbb lesz vipus is. Följöttünk, akkor az ember azt gondolná, hogy nem jó van, akkor legalább megvan a kilátás. Hát sajnos nem. Többször mondtam, hogy nem teljesen produktív a túra. Igen, a kesztyű azért igen, csak el kellett volna. Újabb pi, megint egy kilátással. Az irányunk egyébként alapból nem változott, de jól látszik, hogy a nap teljesen átkerült a másik oldalra. Lóra különben rendkívül izgalmas. És talán a hely egyediségét a sziklába vájt alagutakon kívül ez adja. Mondja a vihargó, hogy az út egy darabja lefigyelt. Igen. Szóval az alagutak, illetve az egyedi flóra sok endemikus faj van, és mintegy 1500 növény, aminek a nagy része valójában nem ide való. És még egy dolgot tudok mutatni, ami nem ide való. Tessék, ez itt. A nem idevalót azt úgy kell érteni, hogy mármint a növényekre gondoltam, hogy Kárpátokra jellemző növénytársulások vannak itt, tehát sokkal magasabb régiókból élnek meg itt növények, mint kellene. De ha már itt vagyunk, akkor bekukkantunk a barlangba. Igen, az van madárfészek, fióka sehol. Nem tudom, mennyire jók a fényviszonyok, elég gyenguszok ezzel a kamerával. Persze nem ennyi fészek van, csak mondom, tele van, az odvak mindenhol. Fészkekkel. Madár lakik abban, madár lakik 12. Bialgónak azért látni kellett volna az arcát, mikor az alvetített előadtam, de nem tudom, figyelted, hogy milyen jól van az akusztikája. Igen, határozottan. Ilyenből természetesen van dögivel, ilyen barlangokból, úgyhogy aki keres, az talál. A teljes Aninai hegységben egyébként 1200 barlang van, és ez a pánsági hegyvidéknek csak az egy tized része. Egy kis ízelítő a sziklákból, aki még nem unja, és hát vissza lehet pillantani, hogy azért arrafelé is vannak. Az más kérdés, hogy az alacsony meg magas vízállás az kinek mikor jó. Van olyan, amikor jó a magas vízállás, nekünk most semmiképpen nem volt jó, ezt meg később kifejtem. Na, akkor egy sarkalatos pont következik, ez pedig egy átjáró, nagyjából a kanyon közepén. Az, hogy ki lett kirozza meg, hogy itt átmenjen, például Bihargó vajon megteszi-e? Igen, annak idején a kis békáson én ez év júniusában ezzel a módszerrel átmentem. Na most az más kérdés, hogy miért van értelme átmenni, van-e egyáltalán? Bihargóról megcsináltam a sztárfotót, majd ez megy a Facebookra. Próbálok egy kilátó pontot keresni a hatalmas nagy körsziklának. Sajnos nincs, ott viszont van egy kőzuhatag. Lejöttem ide a homokpadra, és tessék megnézni. Színtiszta homok. Az ember nem is gondolná. Na, de amiért jöttem? Hát először is egy fotó. Tessék. Hát ez eszméletlen jó. Így kanyodik a folyó, így teljesen visszajön, aztán utána csinál egy ívet, és en mögött is voltunk, még egyszer mondom, és a függőid itt látszik, hát teljesen szét van menne, és azt is érdemes megnézni, hogy hova visz. Itt megpróbálok fölnézni. Talán inkább így. Na hát ez van a másik oldalon. Én arra gondolok, hogy ez sziklamászó fal lehet. Látták valaha ezt a hidat, és szerintem nekik ez itt teljesen rendben is van. Ezen simán át lehet-e vickélni. Laci, te jártál tánciskolába? Jók a mozdulatok? Jártam, de nem voltam szerencsés. Mert hogy? Mert hogy mindenki megtanult, csak egyedül én nem. Másfél óra gyaloglás után
újabb tábla, és még mindig 1 óra 20, 2 óra. Nagyon durva. És ez még csak az odaút. Hú, újabb pihi, megint ledaráltunk fél órát. Izul Jordánu. Ez úgy tudom, hogy egy működőképes forrás, most megnézzük. Egyébként egy zsák utca ez, tehát a Néra menti út, az piros sáv, az nem erre jön, már most mondom. Mivel a forrás pontosan a kanyon közepén van, ezért érdemes megjegyezni. Valójában ez nem egy izvurul, hanem ez inkább egy izbuk, tehát egy kartos vízkitörés. Ott lehet látni, hogy egy komplett patak jön ki a hegyből, és természetesen ivóvízminőség, de én meg nem kockáztatom, hogy most így levarapadva a Néra, akár abból is lehetne. Szemből az előbb átbőgött egy tehén. Próbálom tippelni, hogy az a függőhíd vajon nem a legelőre vezetett át. Azért megnéztem volna Rizskát, hogy hogy egyensúlyozik át a vapallón. Egy picikét most agyalunk azon, hogyha elérjük a Drakultavat, ami hát még mindig nincs belátható közelségbe, akkor esetleg ne itt menjünk vissza, hanem megpróbálunk egy körutat. Ide 3 óra 30 percet ír, de ugye akkor a kanyon alsó részéből még vissza kell jönni egészen az autóig, a táborhelyig, ami még legalább egy eléggé durva menetelés, akár még szintén lehet egy olyan 2-2 és fél óra. Ha meg itt megyünk vissza, akkor végig kell kanyarogni a sziklák között, viszont abban az esetben hamarabb érjük el az autót. Idáig már tavaly nem jöttünk el, úgyhogy innentől izgalmas lesz, hogy mi jön. Ami azért nagyon frusztráló, mert még mindig csak odafelé megyünk. Hát tanulmányozzuk a térképet, most már bővült, hogy milyen sokat jöttünk. Laci szerint itt vagyunk ebben a kanyarban, és a tó már csak így ennyire van, tehát itt visszafordulunk. Itt volt ez a hosszú egyenes, amin végigjöttünk, és most még zavaros, hogy itt van a Jordán forrás, hogy innen Sáska Montára elviekben vezet át valami háromszög, ami nyilván ezen a gerincen átmegy, tehát az hegymenet, és itt le lehetne rövidíteni, ez volt a 3 óra 35 perc, és ugye innen nekünk még be kell jönnünk egészen, hát valahova ide, igen, a Roll hegy alá, mert itt van a táborhely. Tehát azért ez a kör így, meg itt visszamenni, hát itt azért lesz majd mit mérlegelni, illetve marad a kék kereszt, ami a Susarej szurdokon keresztül megy vissza. Tehát ez szerintem jóval keményebb. Na majd meglátjuk. Az ösvény most már tartósan a vízparton megy, véghalani a csobogást, hullámzást. Nagyon nyugtató. Totál ránk is fér, ugyanis szépen lassan alakul át az egész túlélő túrává. Ugye a fél óra elteltével szerintem közelgünk a célhoz. Mennyi? 20 perc a tó. Igen, abban az irányba Zsák utca. Itt látszik a Nemzeti Parknak a táblája. A flóra, fauna van, jó pár endemikus faja. Erről beszéltem. És akkor itt van egy friss térkép. Szerintem most meg tudjuk szemlézni, hogy merre lenne érdemes visszamenni. Valami elképesztő, hogy milyen adatok vannak. 4,5, 7 óra. És az még csak a Damjánház, ahonnan jöttünk. És ugye vissza kellene menni. A Békhíd 12,5 km, 6-9 óra. És vagyunk fél egynél, és még nem mentünk el a tóhoz. Hát, ez igazi túlélő túra lesz. Ez már most látszik. Most már megnézzük az attrakciót. Ha törik, ha szakad. Nagyon durva hegymenettel kell menni. Érdekes, az erdő is. Ilyen karstbokor erdőnek hívják ezt. Nem is cserje, nem is fa. Na, kilátás, új szopott felé. Hú, nincs ettő jobb? Kicsit belóg. És ott talán már látszik ott a elszáradt fa mellett, hogy ott már mezők vannak, új szopott irányába. Ott még kanyarog elég sokat a Néra, és akkor ott valahol a végén van a falu. Szembe kőszörföző helyek, és egészen komoly hegyek lehet látni. És még azt mondják, hogy nincs szín. Úgy tűnik, hogy húzzuk be az attrakciót. Ott Biargó feje fölött tessék figyelni. Egy viccesnek mondható tábla, úszni tilos, majd elmondom, hogy miért, de egyébként le lehet tekinteni, hogy ha aki egyáltalán lemegy, az bepróbálkozhat. Talán ebben a pontból lesz egy jó rálátás, igen, ez a fa ez bedőlt. Íme a Lakul Drakulói. Úgy tűnik, hogy körbe lehet járni, úgyhogy próbálunk fogni valami jó kis belátópontot a kis tavacskához. Tehát ez itt már ugróhely.
Látszik, hogy egy ilyen elalakban, ívben megy a tó, és ott talán még egy kicsikét be is, de az a fajz nincs jó helyen. Talán inkább innen, nem? Aha, igen. Nem lehet jó fotót csinálni rá. Előbb, hogy így helyezkedtem, így hirtelen így odavágott az órám így a fejemhez. Hát figyelj, ezek szerint akkor igaz a mondás. Ütött az órám. És ezzel kapcsolatban akkor mindjárt mondom a legendát, ugyanis a kettő összefügg. Na, a legenda a következő. Nagyon rövid lesz és nagyon egyszerű. Aki megfürdik ebbe a tóba, az elpusztul. Azért nem bonyolították túl a történetet. Kint van különben a tábla, és ugye az előbb mutattam, hogy nem igazán kultiválják, hogyha valaki bemegy. Egyébként, hogy milyen lehet a víz hőmérséklet, azt nem tudom. A földrajzi működése pedig úgy néz ki, hogy ez egy beszakadt barlang, és összeköttetésben van alul a Nérával. Tehát jól látszik, hogy ez egy ilyen kráter, és a vízszintje pedig emelkedik, azt szerint, hogy a Nérában éppen milyen magas a vízállás. És itt jön az érdekesség, amitől különleges, hogy a vízszint emelkedéssel nem csak a szint változik, hanem a színe is. Zöld és a kék árnyalat. Nyilván, hogyha meg van áradva Néra, és több víz jön föl, akkor abban az esetben ez is megemelkedik, és abban az esetben kék, mert ugye a kitermett mészkőpor miatt megszíneződik a víz. Próbálok egy jó pozíciót keresni, ahonnan egyrészt fotózni is lehet, másrészt pedig van ám itt legenda is, úgyhogy majd arról is beszélek. Aha, ez lesz a jó, csak azért mutatom, csak érzékeltetésképpen, hogy Vihargó L. László ott áll. Tehát a méretek miatt fontos ez. Tehát nem egy kis tóról beszélünk. Egyébként Erdély legmélyebb ilyen típusú tengerszeme, karszt tava, mondjuk itt, tehát beszakadt barlang, 12 méter, de az ördög legenda pedig onnan van, hogy a helyieket feneketlen tónak hitték. Újra a Néra szintjén vagyunk, és itt az ismertető táblán van szintén egy ördög legenda. Hol van, mint van, merre van? Ha megtisztítod a helyet, és nem hagy szemetet, kívánságot teljesítem. A tó ördöge. Ez valami újkori legenda, de látszik, hogy két nyelven ott van, és valószínűleg magyarok tették fel, mert az az első. Igen. 3-4-5, vagy 13-as. Marha dilemmában vagyunk, ugyanis a visszakerülőnk, itt a kék mutatom, itt le, utána itt, és utána a Susara kanyonon vissza, itt erre, és aztán bejönnénk Szászka Montánába, Szászka Románába, itt végig, utána itt egészen vissza, és itt van az autó. Na most van ez a változat, így, és itt szintek is vannak, mert 500-as szintek, vagy pedig innen visszajövünk ugyanott, ahol jöttünk, idáig. Tehát ennyit. Na most ez telt 5 órába. Tehát ha ugyanennyi vissza, akkor már elment az egész napunk, ha meg a másik nagykört csináljuk meg, akkor meg tutira elment az egész napunk. Sőt, hát akkor még ránk is sötétedik, és egy szál pólóba vagyunk. Izgalmas lesz. Na akkor elindulunk visszafelé, egy utolsó pillantás a kis ördögtóra. Hát a terv az, hogy ott megyünk vissza, ahol jöttünk. A kis tó megközelítése különben Újszopott felől a másik irányból sem sokkal egyszerűbb, bár egy picivel közelebb van, de elmondom, hogyha valaki ehhez hasonlót akar látni, akkor ennek itt nem messze, itt van az ikertestvére, mégpedig a Bég völgyében, a Bég szeme nevezetű kis tavacska. Terve volt azt is, hogy délután megnézzük, hát nem valószínű, hogy erre már lesz idő. Újra ki kell másznunk a 250 méter szinten. Tehát nagyon röviden összefoglalva délutánra a terv a következő. A túra útvonalunk mennyiségét megduplázzuk, és az összes szívást megszorozzuk kettővel. Időközben feltámadt a szél, ami talán annyiból jó, hogy szárítja a talajt, és ez nem ma lesz lényeges, hanem valószínűleg majd holnaptól. Megint átjöttünk egy hágón. Az, aki leírta azt, hogy itt nincsenek szintek, hát nem mondom, hogy törjön le a keze, de azért tessék megnézni. Ez most csak egy hegy, ahol megyünk lefelé. És már mögöttünk van kettő a visszaúton. Még egy variáció merült volna fel, egyfajta C-terv, hogy Újszopot, az onnan a Dakultótól 2 óra 7 perc lett volna. Tehát egyszerűen kimegyünk a kanyon keleti végéhez, a befolyóhoz. Újszopoton leülünk, és szopjuk az ujjunkat, amíg nem jön valaki. Ugyanis a hegyen a két kis falu,
a kanyon elejét a vége között van aszfaltút, és Romániában pedig bele szokása a stoppolás, tehát akár be is akadhatna valaki, aki átvisz minket. Ez leginkább az idő a probléma, ugyanis teljesen bizonytalan, hogy mikor jön egy autó, vagy egyáltalán jön-e estig. A nagy kör különben lehet, hogy könnyebb lett volna, viszont az egészen biztos, hogy teljesen látványtalan, és majd fogjuk látni, mikor megyünk autóval és felmegyünk a platóra, hogy a terület az teljesen jellegtelen. A semmilyen szintekről pedig annyit, hogy megint tessenek nézni, hogy hol van a néra. És ez megy, folyamatosan. Na mi újság? Hát, kiszórtam már a matyot a cipőmből. Említettem, hogy taxivizitáre, tehát hogy fizetős a buli. Most komolyan mondom, azért egy minimális infrastruktúrát azért csinálhatnának. Jó, persze nem komoly a belépő, de ezért akkor is legalább egy lócát, vagy valami. Semmi az égvilágon nincs. Mondjuk azért tényleg növeljük, hogy egy 22 km hosszú kanyomban sehol semmi infrastruktúra. Na ez az. Az is igaz, hogy ilyen elhadult helyen a két hülye mazohistán kívül nem igazán jár senki. Eszméletlenül mennyiségű szemét, és hát leginkább flakonok. Az egyik székely ciborán mondta, hogy azt mondja, ennyi flakon nincsen Romániában, hanem szerinte külön van olyan üzem, ami kimondottan flakonokat gyárt szemétnek. Tehát már eleve annak gyártja. Sodronnyal azért óvatosan. Érdekes, hogy egyre gördülékenyebben megy már a menetel. A közel 5 órás visszaútból csak perceket veszek föl. A nézők ebből csak mozzanatokat, csösszeneteket látnak. Újra patak szinten. Felfelé továbbra is remek a kilátás. Persze csak ahol engedi. Egy másodpercre még visszakanyarodnék az erőlét kérdésére. Akik nézik folyamatában az én feltöltéseimet, és időrendi sorrendben, tehát nem válogatnak mondjuk a bringás és a gyalogtúra között, azok például az idei évben észrevehették, hogy gyalogtúra nem igazán volt, bringatúrák viszont sorba. Kezdtem Korzikával, majd volt egy erdélyi túra egy nap, kolbásszal Székelyföldön, és utána megint két darab bringatúra, egy 4 napos Dolomit, illetve volt egy Salzkammergut út szintén közel 8-9 nappal. Na most miért mondom én ezt? Mert sokan azt gondolják, hogy hát akkor Kopranko milyen jó edzésben van, erőlétileg milyen faszául áll. Nem. Ugyanis a két sportág nem ugyanazt az izmokat mozgatja. Egyébként bringafronton tényleg nagyon jól állok, nem is emlékszem rá, hogy mikor voltam ennyire jó formában. A gyalogtúrát azt szinte most újra kellett kezdeni. De hogyha megvan egy alapelőléten, akkor viszonylag könnyen bele lehet rázódni. A sziklákon való ugrálás is egyre bátrabban megy, csak vigyázni kell, hogy nehogy valamiféle hamis biztonságérzetet adjon. Az előbb viharból megcsúszott, és majdnem a nérában landolt, sikerült az egyik gyökeret elkapnia. A Néra folyó a maga 127 kilométerével a bánság meghatározó vízfolyása. 1400 méteren a Szemenik hegységben ered, és Váziásnál a Dunába ömlik. Érdekes a folyás iránya, először délnek folyik, majd csinál egy hurkot, nyugat, majd itt van ez a kanyon áttörés, ez egy ilyen íves délnyugati irány, majd délnek fordulva az utolsó 27 kilométerét az határfolyóként teszi meg Szerbia és Románia között. Ahogy vihargó az előbb megjegyezte, azért ez sem volt mindig határfolyó. Már látszik az ugrókő. Egyébként látszanak a gyűlődések is, hogy nem egyenes a tagozódás, és a kőzetekről még mindig nem mondtam semmit, lehet, hogy nem is fogok. A folyó a nevét Néra latin
szóból kapta, ami feketét jelent, és gondolom már mindenki kitalálta, hogy a rómaiaktól származik a név. A fekete pedig a folyó színére utal. Hát most látszik, hogy nem teljesen fekete, ez olyankor fekete, mikor áradás van, és a fentebbi régióban található szén alapú kőzetet kioldja, és az meg szokta színezni. Hát mi mind a kétszer ilyenkor voltunk, hát most ilyen. A furdokot évmilyók folyamán alakította a nére olyanná, amilyenné. Itt például most jól megfigyelhető maga a lerakódás, ahogy a mosás följön, ugye nyilvánvalóan, amikor magas a vízszint, akkor ezt a részt ezt darálja. És ez a végig, ez a terület, ez ennek a maradvány. Most a mesterséges részéről ne beszéljünk. És a másik, hogyha megfigyeljük a kőzeteket, akkor kicsit olyan narancssárgás, vöröses beütés is van benne. Azért, mert ez konglomerátum, pala és homokkő, tehát nem szintiszta mészkő, a szintiszta mészkő az ugyanis ennek a hegygerincnek a déli oldalán Duna felé van. Egyértelmű, hogy a környéken a legnagyobb természetformáló a víz volt, de azért a tektonikus mozgásokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. Olyannyira nem, hogy 2012-ben például egészen komoly földrengés volt a környéken. Úgy tűnik, hogy a tavalyi rekordunkat, mármint hogy összesen 2 emberrel találkoztunk az egész nap folyamán, azt most megdöntjük, ugyanis ma még az ég egyadt a világon senki nem jött szembe, de odafelé se. Viszonylag gyakran felmerül az a sokszor visszatérő kérdés, hogy mikor érdemes túrázni. Szezon vagy nem szezon, egyáltalán mit értünk szezon alatt? A nyaraló szezon meg a túrázó szezon nem föltétlen bűlesik egybe. Mi újság van, mit mondasz? Szerintem itt elkezdték faragni az utat a helyét, aha, oldalt körbe, aztán meggondolták a fiúk magukat, aztán gyorsan csináltak ide egy alatt. Ja, egyértelműen. Látszik. A szezon eldöntésénél természetesen szét kell választani például a nagycsaládosokat, vagy a vérbeli túrázókat. A nagycsaládosok azok leginkább nyáron túrázgatnak, főleg azért, mert akkor van iskolaszünet, akkor jobb az idő, és még sorolhatnám. A vérbeli túrázók, mint amilyenek mi is vagyunk, mi inkább a két holt szezont részesítjük előnyben, a késő tavaszt, majdnem nyarat, illetve az ősz elejét. Ősz eleje természetesen nálam is himmel. Leginkább ilyenkorra szoktam tervezni a túráimat, és persze a kerékpár túrákat meg inkább nyár elejére. Viszont el kell mondanom, hogy rajtunk kívül mások is gondolkoznak ám így, ezért például leginkább hétvégeken a túra útvonalak nagy része, most a Bükkről tudok elsősorban beszélni, mert ott vannak folyamatos tapasztalataim, igencsak besűrűsödik, tehát sokkal jobban, mint nyáron, például szeptemberben, és a hétvégén pedig az magyarázza, hogy hétközben ilyenkor már nem igazán jönnek, nem igazán tudnak jönni, inkább úgy mondanám. Az, hogy ősszel megszaporodnak a túrázók, kirándulók, még egy ok van, hogy nem más, mint a kapuzárási pánik. Ezért a kapuzárási pánik ebben esetben nem azt jelenti, amit átvitt értelemben jelent. Leginkább azt, hogy már kezd vége lenni az évnek, és ilyenkor már ki kell használni az utolsó pillanatot. Targó az előbb megjegyezte, hogy természetesen, hogyha egy kicsit még eltoljuk, akkor már kezd színesedni a táj, és akkor még szebb lenne. Hát igen, most itt még a déli zónában ez még korai, de azért már látszik, hogy vannak színek. Le Kárlige. Egyébként a víz egészen oké. Most egy kicsit barátságosabb az idő. Sokkal hangulatosabb az átjáró. És jössz, Laci? Itt a legmélyebb különben. Összességében térdig ér. Látszik, hogy jó a környék. Egy kérdés, hogy van sodrás. Imádom az ilyet, főleg, ha ennyire jó idő van. Egy dologról még nem beszéltem, az pedig a nérán való rafting. Nem néz ki találni, hogy ez a remek rafting helyszín. A folyó átlag mélysége 1,5 méter, természetesen nem ilyenkor, bár itt is vannak most olyan szakaszok, amikor lehetne raftingolni, de a gázdókon mindenképpen cipelni kell. És ezzel kapcsolatban egy érdekesség, az itteni egyik túratársam, a Braszói Zoldasa, ők egyszer itt lejöttek raftinggal, de úgy, hogy gyalogtúra volt.
Tehát fölfelé elvitt a hátára a gumicsónakot, és utána Újszopottól visszacsurogtak. És ezt felajánlotta nekem is, sajnos időpont egyeztetés miatt ez nem jött össze, de van egy olyan gyanúm, hogy igazándiból most nem is sikerült volna jól, túl sokat kellett volna gyalogolni a mederbe. Itt vagyunk az utolsó látványos szikla, a faragásos részem. Már úgy értem, hogy ezen a szakaszon azért pár snittet itt is veszek. Ez sem cipőbarát, ez a talaj. Annak idején a padlózatra annyira nem adtak. Jól látszik ott, főleg Lacinál, hogy igencsak kell dörgölözni a fal mellé. Azért csak sikerült a végén megszúrni a kezem, pedig betartottam a saját magam által ismertetett instrukciókat. A mai nap még az ilyen típusú szakaszoknak nincs teljesen vége, ezt csak úgy figyelmeztetésnek, fenyegetésnek mondom. De az attól is függ, hogy a további szakaszon hogyan haladunk. Innen ugyanis erdei soványmalac van egészen a Damjan házig, majd pedig onnan a feltáró úton egészen a táborhelyig. Egy percig sem szabad elfelejteni, hogy ez egy aránylag mély kanyon, bár a egyek nem túl magasak körbe, a legmagasabb csúcsa Chiotta, amit mi nem láttunk, az is csak 613 méter magas. Észrevettem ám, aláírtam, hogy vipi, de úgy tűnik, hogy ez valami más volt. Amúgy nagy valószínűséggel nem vettem volna észre, csak bemozdult. Közben figyelem a hüllőket, ugyanis főleg a barna, a nőstény, az igencsak bele tud olvadni ebbe a felázott talajba. Most már ott tartunk, hogy futunk, Bihargó le is futott, nem is tudom már pontosan, hogy hol van. Muszáj, mert különben teljesen vége lesz a délutáni programnak. Igazság szerint ezt délutáni programnak nem is igazán lehet nevezni. Ez inkább már esti program lesz. Hú. Innen ebből a szögből egészen jól látszanak a halak. Nem néz ki találni, pisztránk tudkóra van benne. Meg még ki tudja egyéb más. Ezen a fronton annyira nem vagyok otthon. Ettől függetlenül a halakkal nagyon szeretek barátkozni. Főleg akkor, hogyha egyikünk paprikás lisztben van, és az nem én vagyok. Most már lassan egy épp végtagom sincs. A kezem lesérült, a lábfejem is igenis gondok vannak, a derekamnak is annyi, szóval nagyon úgy tűnik, hogy érkezünk a Damjan házhoz. Mutatom a részidőt, 4 óra, ami röviden összefoglalva annyit jelent, hogy 4,5 óra volt, igaz? A Jakultónál, és 1 órakor indultunk. Tehát az azt jelenti, hogy 1,5 órát rávertünk a leggyorsabb távra. Hát gyakorlatilag emberi roncs vagyok, mint ahogy elmondtam, de teljesítettük, igaz, még nem értünk a végére. És még egy információ, egálba kerültünk a tavalyi túrára, ugye, mert akkor is 2 emberrel találkoztunk. Tessék csak figyelni, a román párocskát szerintem nem igazán értelmezték jól a táblát, csak a térképet. Elkezdtek poroszkálni, láttad? Nem tudják, mi mire vállalkoznak. Inkább az a kérdés, hogy mi a cél? Úgy tűnik, hogy a román párocska jön vissza. Hát nem volt egy komoly túra, mondjuk úgy. Körülbelül 2 percet mentek. Na, akkor következik a matricaragasztás. Ha valamiért megérdemeljük, hogy kitegyük a matricát, akkor ez ez. Kicsit letisztogatom, hogy ne legyen gond. Így, és akkor tessék. Nem teljesen egységes, de szerintem oké. A helyén van, a bukaresti házaspár, mert közben beszélgettünk itt velük pár szót, megcsinálták rólunk a közös fotót, úgyhogy azt majd lehet, hogy belinkeljük. Hát nagyon elmérték a terepet, itt a térképen megmutattuk, hogy körülbelül mire számíthatnak. Hát nem erre számítottak. Végül úgy döntöttek, hogy visszafordulnak, úgyhogy mennek haza. Bölcs döntés volt, ahogy Bihargó itt közölte a részükről, viszont az meg az én részemről bölcs döntés, hogy megmutatom a megújt tornyokat. Reggelig nem láttuk jól, most remekül díszlenek. Hé! Te mit csinálsz? Hát ott kaviázok. Ezt komolyan gondolja. Nem normális.
De persze azért a kőszörfözést sem lehet akárhol csinálni, ehhez túl nagyok a sziklák. Lacikám, arany cimborám, hogyha seggen akarsz csúszni, akkor tartalékoljad a holnapi meg a további napokra. Lesz még lehetőség, van egy olyan gyanúm. Igyekszem. A kanyonnak a legfundokosabb része a függőhídtól, körülbelül a Békpataknak a torkolatáig van. És az az érdekes, hogy egyfajta periódikusság megfigyelhető a szorosban. Mellettünk például a két oldal egészen közel van egymáshoz, teljesen bekanyonosodik a völgy. A néra éppen csak elfés, a sziklák egészen közel jönnek a vízhez. 3:45, és a túra úgy tűnik, hogy teljesítve van. Azon gondolkozok, hogy ezt a sátrat mi hagytuk így nyitva? Szerintem igen. Mindegy, nem nyúltak hozzá. Mondom a rövid és velős tényállást. 8:30-kor indultunk, most majdnem 3:45 van. 9 órás erőltetett menet, mint ahogy mondtam az előbb, emberi roncs vagyok. Ez felért egy komplett teljesítménytúrával, bár nem így terveztük, és még azért 100%-ig nem is húztuk be az egész napot. Van még hátra sok minden, most egy gyors rámolás, aztán indulunk. Első lépésben dugjuk rá a kütyüket, szerintem ez mehet. Főleg a sisakkamera az, ami izgalmas, mert most a széles látószög kellett végig. Közben csak mutatom, hogy érdemes megnézni, hogy micsoda ketyere van itt. Tessék figyelni. Bihargó készült. Ez felér egy atomrakéta indítóállásával. Shakespeare után szabadon 5 USB, egy telefontöltő, vagy amit akartok. Na akkor behúzom a sátrat, amit reggel meg kellett volna tennem. Hát abban csak reménykedni merek, hogy nem ment be a kígyó. Most akkor az következik, hogy helyszínt váltunk. Ebben a másodpercben meg is érkeztünk. Na, azt mondja a bihargó, mert nem tudják, hogy mennyit jöttünk. Akkor megmutatom, annyit. Tehát, hogy gurultunk körülbelül 35 métert, igaz? Mert ott van bent a sátor. Tehát hiába be kellett ülni, szóval hát annyira el vagyok fáradva, hogy nem volt mit tenni. Na, ezt a helyet jelöltük ki étkezésre. A természeti környezet látszik, tökéletes. Bihargó azt mondta, hogy vigyen már a kajásládát. Ezt elfejtetted mondani, hogy ez súlyemelő kiképzés kell. Szerintem fasz a hely. Na akkor az ebéd tálalva, amiből nagy valószínűséggel most már vacsora lesz, és nézzünk körbe, hogy mi a választék. Hát én a szokásos R-húsomat hoztam, Bihargó egy luxus szállodában dolgozik, úgyhogy mindenféle luxus ételekkel készült. A konfitált pocokfinny hol van? Az meg micsoda? Hát nem ilyeneket szoktak enni a luxus szállodákban? Nem haladsz a divattal. Hát mi az, hogy paradicsom, meg paprika, meg rántott hús? Nem elég a svéd asztal ez neked? Ez svéd asztal? Én azt hittem, hogy kínai. Mert az is. Jargó azt mondta, hogy nem döglünk meg a napon. Hát sikerült megint a helyre táboroznunk, hogy itt tessék figyelni az árnyékot, hogy ennyi van még. És utána megfagyunk. Egy csípős, két csípős, és még az autóban vitriolpaprika is van. Hallotta mindenki, Steiger, és ami érdekes, hogy ez csernyi sör, és egyben Radler is. Nem tudom, hogy ezt össze tudod-e rakni, Bihargó. Én már nem. Tehát ez Radler sör, de barna. A szlovákok különben feketének hívják. Itt lehet látni, hogy belülről ott tessék figyelni, ott, olyan, mint a kóla. Egyébként a Dolomitokban már vittem ilyet, teszteltem, újabban nagyon rá vagyok kapva. Különben 0%-os, úgyhogy akár még vezethetnék is vele. De vezetni nem fogok, mert arra én külön embert tartok.
vihargó valamilyen semmilyen lögyteát iszik, úgyhogy úgy döntöttem, hogy feldobom a hangulatot, bedobok egy ilyet a köztudatba. Parancsolj! Ez egyfajta ajándék, a tiéd. Köszönöm szépen. És honnan cipeltette ezt ide? Szavónából van, Olaszországban, olajgyárt meg. Jól megnézett különben, Freeway, szerintem ismert a márka, igaz? Tehát az Lidl, ottani Lidl, és én megsugom neked, hogy egészen jó. Tehát a többiekhez képest, én már leteszteltem a többit is, ez egész jó. Amikor vihargó kezdetettet, én elmondom, hogy akik szokták nézni az én tudabeszámolóimat, azoknak ez az ital már nem ismeretlen, de kíváncsi vagyok, hogy most ő mit mond erre? Gyert kiderül. Hát nem is tudom, mihez hasonlítani. Jó vagy rossz? Először kezdjük ott. Rossz. Rossz? Kicsit bővebben akkor a rosszat, mert ez így önmagában nekem még nem volt kielégítő válasz. Mi van benne, mit érzel? Ilyen meggyesnek érzem, pedig valami citrom van rajta. Nem citrom, megmondom neked, ez a Mirtus narancs, ez egy különleges déli gyümölcs, Máltában és Olaszországban terem. Máltán inkább így mondanám is Olaszországban. És ezen kívül még a kokafa gyökeréből is van benne, tehát egy kóla alapja is van. Gondolom, hogy attól fekete, és a kesernyis utóízét pedig az a gyümölcs adja. Annak a héja érzik szerintem benne, igen. Még hogy nem jó. Így hogy az ember ajándékot. Z-hagymát. Nem kérek, köszi. Egyébként a Z-hagyma ilyenkor szeptember végén már nem autentikus, mondjuk úgy, de választékbővítésnek jó. Bjargó azt mondja, hogy felszedett 10 nem tudom mennyi kilót, és most mennyi vagy? 83? Igen. Azt mondja, valahogy le kéne adni, majd sportol. Nem vagy te trendi, nem ezt kell csinálni. Nem tudom, tudod, hogy Molnár Anikóról hány liter zsírt szívtak le? Fogalmam. Négyet. 4 liter zsírt szívtak le. Az már ipari mennyiség. Bjargó, ez hozzá akar valamit fűzni. Tessék! Túl nagyon jól nem járt végül is a 4 liter zsírra, mert ha kiszámoljuk, hogy a vízhez képest a zsír sokkal könnyebb, gyakorlatilag max. 3 kilótól szabadult meg. Azért már ez is elég egy harmadosztályú menzának körülbelül egy hétre. Brie sajt. Tudod-e, hogy mi a különbség a brie és a camembert között? Halvány fogalmam nincsen. Semmi az égvilágon. A brie az tulajdonképpen a camembernek a trendi neve. És így sokkal drágában el lehet adni. Bjargó még mindig problémázik a chinottón, ami egyébként tudjál, hogy nem chinottó, hanem kínottó. Csak hát mi már így nevezzük, sőt, most már betézzük is, csincinek. Na, azt akartam csak mondani, hogy a kesernyis utóíze az hasonló, mint a toniknál, hogy csak utána érzed. Különben az olaszok nagyon csípik, tehát ez náluk a nemzeti ital. Mellettünk itt ez a fal, így mutatom így hagymával, így. Ez a rolu gerinc, annak a letörése, és itt Bjargó feje fölött mi most nem nagyon látjuk, ott van maga a rolu csúcs, és van egy pestera, rolulú is, tehát akkor az mi? Az a rolubarlang, így van. Ja. Ezek persze azért jó, hogyha mindenki tudja, hogy leginkább száraz barlangok, tehát nagy víz nem igazán mozog. Főleg a fenti régióban. Jól látszik, hogy azért az éhehalás nem fenyeget minket. A technika különben az, és azt szerintem már tavaly mutattuk, hogy azt itt kopogtassuk csak meg. Tehát, hogy az kő, most már azért egy picikét olvad, és még pár ilyen van, azok maguk a hűtő jégakuk, így van, és egyben ugyanakkor fel is lehet őket használni. Tehát magyarul nem foglalnak felesleges helyet. Abban folyamatosan dumálok, és nem haladok a kajával. Pedig ugye tudjuk, hogy van az a mondás, hogyha nem nyitod ki a szád, akkor a sűrű galambi szájon vág. Hallottad? Nézzük a desszertet. Két választék van, egyszer itt van ez a Rittersport, jó, hogyha mindenki tudja, hogy a Rittersportnak körülbelül annyi köze van a sporthoz, mint Fidel Castro-nak a babapúderhez, és a másik pedig Bjargóék saját termesztésű szőlője, az pedig nem más, mint a Delaware. Na most két dologhoz lehet köze, egyrészt egy erőthöz, a Delawarehoz, a másik pedig Csingacsguk, az mond neked valamit? Tudod, hogy Delaware volt? Hú, ez direkt termő, nem? Nem tudom. De biztos, hogy az. Onnan lehet tudni, hogy direkt termő, hogy viszonylag kemény bőre van, és hogyha egy kicsit így kinyomjuk, akkor kocsonyás belülről, és nagy magja van.
Az igazi probléma különben az ilyen típusú szőlőkkel, a noa is különben ilyen, az, hogy csemegének még elmegy, de azért köpködni kell, ez még nem lenne baj, de sokan bort is csinálnak belőle, és hát az már gázos, mert a metilgyökök miatt. A gasztroblokkot most már lassan lezárjuk, mert szerintem sokan unták, és már én is. Viszont van itt még az asztalon valami, ami a délutáni esti programunkkal függ össze, az pedig a térkép. Mindjárt mutatom, hogy hol vagyunk most. Tehát Begul csúcsok itt. Itt van a Róló barlang, ugye erről beszéltem, és itt vagyunk a Lindini patak befolyójánál. Tehát itt, amit mutattam. Na most ezt a részt jártuk be egészen idáig. Ez a teljes szurdoknak, ami egyébként innen Saska Montaltától Sopotu Nouig 22 kilométer, egyébként légvonalban csak alig 10, de hát mindenki látta, hogy meddig tartott végig menni rajta, és tulajdonképpen, hogyha úgy vesszük, akkor csak az egy harmadát jártuk be, tehát hátra van még itt ennyi, meg hát Sopotulóba nem mentünk be, de ez a rész már azért annyira nem látványos. Most pedig következik, mindjárt mutatom, ugye még egyszer itt vagyunk, és ide kijövünk a Bég völgyébe. Ezt autóval tesszük, mert ebből az irányból jöttünk be, tehát ez nem lesz probléma. És akkor innen ezt a szakaszt járjuk végig, és az, hogy La Tunnel, ott tessék figyelni. Szerintem el lehet olvasni. Azt szerintem már, akik picit is tudnak idegen nyelveket, valamit mondhat. Én egyáltalán nem mondok semmit, majd ha odaértünk. De indulás előtt még bepiálok a 0%-os Tigerből. Akkor folytatjuk a kobrankós túrát. Említettem a Dunelle nevezetű nevezetesség, hogy stílusos legyek, következik. Egyébként itt a mellettünk levő tér, plac úgymond, látszik, hogy nyílva van, hogy most ténylegesen a turistáknak nyílják-e, vagy egyébként is legelő, vagy franc tudja. De táborhelynek teljes egészében jó. Az azért jó kérdés, Bianca az előbb felvetette, hogy ki jön ide be? Mert a telepjárókkal, tehát a városi telepjárókkal itt nem mennek el, az szinte biztos. A kifelé vezető szakasz, ahol különben tegnap bejöttünk, úgyis a vaksütétben éjszaka autóval körülbelül egy a 3 kilométer. És persze, hogyha valaki meg akarja csinálni a teljes kanyon túrát, akkor ez a szakasz is benne van. Jól látszik, hogy igazándiból ez a rész is elég érdektelen. Mivel a másodpercben érkezünk a Bég torkolathoz. Itt van egy pár autós parkolóhely, nyilván szezonban ez azért eléggé zsúfolt. Jól látszik, hogy a temesvári kollégák itt csapottak a környéken, most rakják fel a gépeket. Természetesen a minden parkolóhoz hozzátartozó kóborkutya most is jelen van. A szurdokban egyedül itt vannak kukák, úgyhogy mi is megszabadulunk a szemétől. A másik pedig, hogy itt szokták szedni a pénzt. Egyébként jól látszik, hogy vannak bringások, például itt is. Hogy hol bringáznak, nem tudom, egy biztos. A Nérakanyomban nem, ez szinte 100%. Közben a kutyák osztódással szaporodnak. Sőt, inkább úgy mondanám, hogy triplázódnak. Na akkor a Néra Nemzeti Parknak a nyugati oldalának a látnivalóit látjuk itt. Egyrészt van itt egy ilyen rögtönzött térkép, ahol leginkább a bégvölgyi látnivalókat mutatják. Van itt több vízesés, illetve egy pisztránktelep, és még egyéb más. Ha minden igaz, akkor ide még, ha időnk engedi, leginkább most már csak autóval majd fel fogunk menni, és a tuneluri szakaszt pedig most bejárjuk. Így néznek ki a tunelurik. Itt pedig pár vízesést látunk a bégvölgyéből. A kutyák darabszáma megint nőtt, most már 4 darabban. Még egy dolog látszik, az, hogy aszfalton sétálunk át a hídon, és nem csak a híd aszfalt, hanem itt egészen a kivezető út is, közben látjuk a Bégpatakot befolyni, és ha ebbe az irányba megyünk, akkor Potok nevezetű településre jutunk, de mi nem arra megyünk, ott különben látszik, hogyha gyalog mennénk, akkor 1 óra lenne, a Cantonul Damián pedig 5 kilométer, jól tippeltük, hogy akkor ahol a táborhelyünk van, igaz, az körülbelül 3. Igen. Ott egy teljes Néra térkép látszik. Egy pillanatra azért ide jövök. Ez már egy picivel jobb felbontású. Tehát a teljes Néra szurdok Saska Montana. Így, itt látszik, ahogy kanyarog, és Sopotu Nou. De persze ez fordítva van, mert ugye erről folyik.
erre. És a két hozzákapcsolódó szúrdok pedig egyrészt a susara, íme, ez egy oldalág, itt folyik be, a másik pedig, amitől sokkal izgalmasabb, a bég, itt vannak sorba a látnivalók, ez az oldalon szintén felsorolva, és angolul is. Különben a vízesések, látunelle, ahova most megyünk, ez a bégszeme, az ott megint valamiféle tó, ott az a beusnyita vízesés, igaz? Az pedig a legfelül pedig a Nyíra szurdok. Picit helyesbítünk, tehát ez a zöldöktó, ez pedig a bégszeme. Említettem, hogy a kettő egymásnak ikertestvére, ahol voltunk, lehet csapatni, raftingolni, és ez pedig a Saska Montana melletti függőhíd, ahova most vagy eljutunk, vagy nem. Bjargó úgy döntött, hogy lekattintja az egészet, még pedig azért, mert egyszerűen ez egy nagyon jó felbontás és modern térkép, és olyan utak is rajta vannak, amiket egyébként mi a neten nem találtuk meg. Mindjárt mutatom, hogy például a háromszög, az, ahol akartunk volna rövidíteni, ez a mi térképünkön nem volt rajta, és egyébként nagyon úgy tűnik, hogy működött volna. De hogy ilyet hol lehet venni, az egy jó kérdés, Vihargal szerint 4 tételbe lefotózta, itt van különben a régi hídnak a maradványa, és akkor újra Nyíra szurdok, most a változatosság kedvéért a harmadik felvonása. Vagy ha nagyon pontosak akarnánk lenni, akkor második felvonás. Bjargó közben mutatta, hogy viperára figyelmeztetnek, és ebben a másodpercben következik az első tunelle, és készültünk ám, Bjargó már világít is. Ez egy hosszú, tehát ezt csak azért mondtam, mert figyelj már, nem világítod? Hát de kapcsolja már! Hát de benne van a hátizsákban. Jókor, hát ott a helye. Na, egyébként elég produktív a túra, ugyanis kb. 3 méter után már itt van az első brutálisan hosszú alagút, de brutálisan azt persze úgy kell érteni, hogy ennyi. De azt azért megsugom, hogy ez itt már hosszúnak számít, mert eddig azért sokkal rövidebbek voltak. Ugye ezt lehetett látni. Még egy dolog az, amit lehet látni, hogy egészen sűrűn vannak. És akkor most érdemes lenne rátérni arra, amit már egész nap folyamatosan fújtam, hogy vajon kik csinálták ezeket az alagutakat. Itt különben lehet tekinteni, ennyire van lentöbb, de ez különben nem a tudod, Bjargó, hogy ez itt nem a Nyíra alattunk. A Nyíra ugyanis ott van kint, tehát éppen a torkolatot látjuk. Nézd csak! Ja, igen. Pontosan. Aha. Ezt jó lenne mondjuk nagy látószögű kamerával venni, csak az a baj, hogy az a sötétben nem igazán működik. De azért mégiscsak bekapcsoltam, szerencsére ez sem annyira hosszú, úgyhogy talán lehet látni mindent. Nagyon érdekes, hogy én úgy emlékeztem tavalyról, hogy ezek kisebbek, nem? Hogy le kell hajolni. Ahhoz képest egész jók. Persze lesz lehajós. Még egy gondom van. Sajnos egy picit ráhúztam a fűzőmet még délelőtt itt a lábamra, és megszorította egy picit az ideget. Ami azért nagyon nagy gáz, mert ez nagyon lassan gyógyul, és most kegyetlenül fáj. Elég sok van még hátra. A többi nap legalább ennyire intenzív lesz, hanem még jobban. Alagút rendszerek vannak itt. Ott középen van egy ilyen világítós rész, és utána megint hullámvasúttal kombinálva, szerintem jól lehet látni, és akkor itt ez már egyértelmű, egy lyuk! Amit itt látunk szerintem, ez egy ilyen beszakadt barlangszál, én legalábbis azt gondolom, és akkor ezt kötötték össze. Na ez már egyértelműen 4 kézlábas, igen. Felvetődik a kérdés, hogy miért csinálták ezt ennyire kicsire. Bjargó, nem tudom, tudod-e a választ? Francba! Hú, de bevágtam a fejem! Tényleg brutálisan kicsi, tessék megnézni. Na, a kérdés az volt, hogy miért csinálták ezt kicsire. Megmondom neked, mert annak idején 2000 évvel ezelőtt, amikor ezt feltételezések szerint csinálták, akkor még sokkal kisebbek voltak az emberek. Ezzel tulajdonképpen már be is határoltuk a kort, hogy mikor fúrhatták ezeket az alagutakat. Akik kicsit otthon vannak a történelemben, azok már kórusba rávághatják, hogy hát igen, akkor a rómaiak. A kor stimmel, tehát akár lehetne is, de nincs bizonyítva. Az egyetlen probléma ezzel a római verzióval az, hogy a rómaiak inkább a Duna másik oldalán tanyáztak, a szerb oldalon, és csak Trajanus után jöttek át, és akkor sem sokáig. Leigázták itt a környéket, a dákokat. Viszont, hogyha a rómaiak voltak itt az uralkodó nép,
akkor nyilvánvalóan az ilyen osonó alagutakat meg inkább a dákoknak kellett fúrni, mert ők szorultak a partizán közegbe. Szóval nagyon érdekes, hogy a három variáció közül egyik sem szól arról, hogy a dákok voltak. Közben jól látszik, hogy a néra egyre nagyobb. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy bejött a bég, ami egész komoly vízhozamot nyomott bele a folyóba. És persze egyéb más folyó is alapból, ne felejtjük el, hogy most már a néra szurdoknak a leges legvégén vagyunk. Ez a leges legvégén is tartogat még meglepetés, leginkább az, hogy most már annyira fáj a lábam, hogy húzom, hogy ebből mi lesz, fogalmam nincs. És a 22-es csapdája az, hogy nem lehet meghúzni a cipőfűzőt, mert ha beszorítom, akkor a falra mászok a fájdalomtól. Fal különben van itt, tehát akár ezzel még nem is lenne probléma. Biciklitúrákra szoktam vinni flektorgélt, vagy valami bármilyen lóbarzsam jó lenne, mert most ide pont nem hoztam. Na, elértük a következő sziklafalat. Két dolog látszik. Az egyik, hogy milyen kőzet ez. Hát egyértelmű, hogy nem triászmészkő, hanem valamiféle homokköves árnyalatok vannak benne, de inkább ilyen metamorf kőzetnek tűnik, és az is jól látszik, hogy hát megkerülni nem volt egyszerű, ezért természetesen jól bevált tüköt alkalmazták, bárkik is voltak, kifúrtak megint egy tunelt. Viargó kapcsolja a lámpát, jó, az alja nincsen kibetonozva, ezt egy kicsit nehezményezem. Ez a leghosszabb alagút, igaz? Igen. Úgy tudjuk. Na és akkor térjük rá arra, hogy a másik két verzió mi lehetett, hogyha nem a rómaiak voltak. Beszéltek bányászokról, nem tudom, tudod-e? De valahogy nem logikus, nem? Hát mi az Istennek jöttek volna itt, mit killódtak volna itt a bányászok, mikor a néraszúrdok egyébként viszonylag könnyen megkerülhető, és ebből a szempontból a katonai jelentősége is kiveszett, mert akkor minek? De nevérek vannak benne? Ja, ja, hát a barlagokban különben vannak mindig. Aha. Ja. Na és akkor, ha itt kijövünk, ha nagyon jól rémlik, itt már nyílik a szurdok, és kezd vége lenni, itt még van egy íves hegy, és azt elmondom, hogy tavaly azt csináltuk, hogy elmentünk körülbelül oda, nagyjából úgy ott, és ott fölmentünk azon a gerincen, és ide kimentünk a tetejére. Egyetlen egy probléma volt, hogy valójában nem volt kilátás, mert nem tudtunk kijönni a sziklák tetejére. De hogyha egy pillanatra itt megállunk, akkor megint két dolog látszik, az, hogy itt megy egy út lefelé, nagy valószínűleg lemegy a vízhez, és még azt sem kizárt, hogy ezt a nagy sziklát alulról el lehet kerülni. A másik pedig egy íves amfiteátrum körbe, és jól lehet látni, ahogy a néra körbe faragta a sziklafalakat, itt folyik, itt csinál egy est, mert onnan jön ki, és ott arra a bihargó felé, arra pedig szépen megint megy arra. Tehát ez itt egy földnyelv ebből az irányból, és ahol mi átjöttünk, az szintén. Ezer éves ösvény, ahogy bihargó most az előbb hátra szólt. Vagy kettő, ki tudja. Ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy a néraszúrdoknak melyik a legizgalmasabb része, akkor azt mondom, hogy ez. Itt egyébként újra van egy kis mini átjáró, és jól látszik, hogy egészen magasan vagyunk. Picit hasonlít a Lilafüredi Erzsébet sétányra. Már úgy értem, hogy a felsőre remek kilátás van mindenfelé. Az természetesen nem ennyire vadregényes helyen megy. A sziklapárkány, a fölötte tornyosuló hatalmas fallal, ez mindig vadregényessé tudja tenni a tájat. Remekül teszi is, mint ahogy jól látjuk. Mutatom az időt, 3:47 lesz 5 perc múlva. A nap körülbelül 1/4 óra múlva megy le, és óriási mázlink van, gyakorlatilag látjuk a naplementét. Itt is vannak sodronyok, de az út maga nagyon koca, tehát ezt leginkább szerintem családosoknak rakták ide. Itt van Nemzeti Park, megpróbálta bebiztosítani magát, hogyha esetleg valami gond van. Erdélyben egyébként a Nemzeti Parkokban a pénzeket úgy szedik, ahogy itt. Tehát, hogy igazándiból csak szezonban, és akkor is inkább csak hétvégén. Érkezünk a túránk legnyugatibb pontjára. Innen nem igazán érdemes tovább menni, a kanyonnak már vége.
pár szót akkor arról, hogy mit látunk a táblákon. Látjuk, hogy halbemutató, meg vipera, meg egyéb dolgok, erről már beszéltem. Itt erre a térképre érdemes egy picit ránézni. Két lakott terület van itt, Sáska Romana és Sáska Montana. Ha valaki nem tud románul, akkor lefordítom. Itt ebben a faluban román sáskák laknak, ebben a faluban pedig hegyi sáskák. Ha valakit érdekel, akkor sétáljon le, nézze meg őket. Félhetéve természetesen a szászka, az a szászokra vonatkozik, és ugye beszéltünk már róla, és szerintem még elég sokat is fogunk az elkövetkezendő 5 napban, hogy a vidéken szászok, németajkúak voltak többségben valamikor. Riptide Smile, mosolygós kígyó. Volt egy ilyen metal zenekar. Úgy tudom, hogy ilyen punk metalt játszottak. Nem ugrik be most pontosan, hogy milyen metal stílus volt. Egy junkie metal, vagy valami hasonló. Nekem nagy kedvenceim volt a 90-es évek elején. Elindultunk visszafelé. Vilargó éppen kifejtette, és abszolút igaza van, hogy a lemenő fény a másik irányból teljesen más formákat, színeket hoz. Úgyhogy pár fotót innen is csinálunk, és akkor még egy másodpercre megállunk, mert van egy mondókám, amit nem fejeztem be. Viargót beállítottam, hogy a naplementéből mit tudnánk felvenni. Igazándiból ez nem egy igazi naplemente lesz, hanem ott csak beleakad a hegybe, tehát utána még szerintem van egy jó negyed óra, úgyhogy ezzel most nem tötyörészünk. Azért itt egy rossz mozdulat, és komolyat lehet repülni. Nagy valószínűséggel túl lehet élni, mert mélynek tűnik a víz, de azért maradjunk annyiban, hogy biztosan nem kellemes. Akkor rakjuk már helyre azt, hogy most valójában tényleg ki fúrta ezeket az alagutakat. Két verziót már mondtam, rómaiak, bányászok, egyik sem teljesen kóser. A harmadik verzió, és talán ez lehet a befutó, valamikor a 15. század környékén az oszmánok, tehát a törökök, csinálták ezek az adatokat, természetesen katonai célból, és ez azért is lehet talán befutó, mert itt nem messze Bozovicsnál, holnap majd át fogunk rajta menni, itt húzódott a török-osztrák határ elég sokáig. Többször szivárogtak be egyébként az osztrák oldalon, tehát most ott vagyunk, az osztrák oldalon található területre ide a Néra szurdokba, leginkább szökevények, ilyen törvényen kívüliek, rablók, ez az amaz. Az előbb bihargó belesuttogott, nem tudom mennyire lehetett hallani, és abszolút igaza van, csempészek. Mert hogy tipikus csempész útvonalnak néz ki, az tény, hogy Kolumbiában ilyen helyeken hordják a kábszert. Az, hogy akkoriban mi volt az aktuális csempészáru, arról nincs infóm, abban azért biztos vagyok, hogy nem a kábszer. Közben lement a nap a sziklák fölött, vagy legalábbis mi már nem látjuk. Alagútmenet következik. És elmondom, hogy a kurványát. Úgy bevágtam a fejem, hogy az valami elképesztő. Szerencsére még egyszer mondom, hogy ez egy ilyen viszonylag vastag bérgó sapka, de a székelyektől vettem pár éve, szerintem már beszéltem róla. És ez a debütante Gyergyóban piacon. Hát reméljük, hogy jól fogja bírni. Szóval amiben belekezdtem, az az, hogy ez jelzett turista ösvény, azon fölül is, hogy ez maga a piros sáv, tehát hojoj, a Deni, mi? Igen. Aha. Szóval a piros sáv, tehát a Néra hosszában szurdok a jelzése, de ezen kívül még úgy tudom, hogy van a kék kereszt is. Szemmi argó fejem mellett 2 centivel elhúzott, hát igen, ezek ultrahanggal nagyon jól tudnak ám tájékozódni. Szóval a körút, amit tavaly csináltunk, át itt a alagút rendszeren végig, és utána körbe fel a hegyen arra körbe, de még egyszer mondom, nem annyira látványos, mint amilyennek kinézett. Azt úgy hívják, hogy szitakötő ösvény, tanösvény besorolása van, ami praktikusan annyit jelent, hogy legalábbis nagy általánosságokban, hogy infótáblák, illetve nagycsaládosoknak is jó. Sőt, mondok egy harmadikat, hogy normálisan ki legyen jelezve. Na hát egyik sem stimmel. Ezek közül leginkább a nagycsaládosok témája az, ami gáz. Azért ugyanis, mert az elnézést, annyi ütést kaptam, hogy István Kókó Kovács ennyitől már feküdt. Megpróbálok most megint lejjebb jönni egy picivel, javult egy másodpercet. Ott tartottunk, hogy a nagycsaládosoknak igazán gáz. Ugyanis, ha valaki kisgyerekekkel bevállalja, hát azon kívül, hogy említettem, hogy ingerszegény, még egy egészen durva hágó is van rajta.
Akkor sorolom a sérüléseket. Szaporodik, pedig mi csak az első napon vagyunk. Van láb, van hüvelkúj, ugye, amit megszúrt a sodrony. Akkor a gerincem sem passzol ezen a részen. És most a fejem is kapott már párszor. És bár volt tángálás is, rajta van a videón is, de az a sérülés, az, ott a térdem kapott, az úgy tűnik, hogy megúszta, még hársérülés nélkül is. Különben, hogyha már itt vagyunk, az alagútban. Ja, beszéltük, hogy alacsony növésűek voltak a 2000 évvel ezelőtti emberek, de még különben a 15. században is. Gondoljunk csak a mediterrán városokra, hogy a kapuk, ajtók mekkorák voltak. Szerintem erről már valami mediterrán túrámon, szerintem a horvátországin, vagy a Dolomitokon beszéltem. De nem tudom, Biargó, hogy tudod-e, hogy mitől voltak alacsonyak ezek az emberek? Van-e tipped? Nem, nem. Megmondom neked, viszonylag egyszerű volt. Az élelem hiány. Sokkal kevesebbet ettek, mert egyszerűen nem volt mit. Sokan a távol-keletieknek az alacsony növését is ezzel magyarázzák. Kutyák lentről ugatnak, hol vannak ezek? Ja, itt vannak a hídnál, jó van, közben érünk vissza. Jó napot kívánok, hogy tetszett mondani? Egyébként érdekes, hogy a kínaiaknál a vágott szemmitől van. Ebben most nem megyek bele, egyesek szerint a féltől, egyesek szerint a napfény miatt hunyorognak, nem tudom. Na most, ami érdekes még, az, hogy a kínaiak most, hogy jobban élnek, egyre jobban kezdenek nőni. Most, hogy voltam Halmstadban, nem tudom, hogy mondtam-e neked, olyan szoros kínai lágyokkal találkoztuk, de szinte csak azokkal, azok biztos, hogy jól tápláltak voltak, és már az őseik is. Laci észrevett valamit, úgyhogy nézzük meg, akkor szemlézzük meg. Ez valami olyasmi túrabatlica lehet, mint a miénk. A család, igaz? Igen. És honnan vetted, hogy ezek csehek? A kocsi elején cseh. Ja, igen, a kocsi elején cseh van, jól látszik, és ott tessék figyelni, hogy van magyar zászló is. És különben ez a része igencsak haj az a miénkre. Szerintem kopintották, jogdíjat fogok kérni. Megint ragasztunk, ugyanis a néraszurdok nyugati oldala is megvolt. Ha már másnak lehet, nekünk is. Nem igaz? Megörökítettük a itt létünket. Mere, Beusnica. A Beusnica még nem volt meg, oda most megyünk. Fizikálva. Nem akarok panaszkodni, de most már rám jött a szívritmus zavar is. Gondolom a fáradtságtól, meg a szomjúságtól. Ennek a leállítására van egy technikám, ami hát állítok az orvos szerint jó. Működik. Persze. Nyilván nem jó, de hát, ha nincsen más, akkor teszünk egy rövid, most már autós kirándulást a végvölgyébe, a Túrák Kobrankó mai epizódjában egyfajta napzáróként. A végpatak különben itt mellettünk talán látszik, igen, talán ott egy pillanatra, tehát van benne víz, de a románok, akikkel találkoztunk a Damjanháznál felvilágosítottak, nekik az volt a délelőtti programjuk, hogy ide bejöttek, felmentek és megnézték a látnivalókat. Hát a három vízesésből valójában csak egy az, ami aránylag működik, illetve egy csordogál. Most ami a számunkra jó, hogy az, ami működik, az itt van rögtön lent még az autós szakasznál, tehát nem kell hozzá gyalogolni, úgyhogy ezt most mindenkit bemegtekintjük. Ha lesz még annyi fényünk, az különben jól látszik, hogy a végvölgye sem egy rossz szurdok. A sziklákat sajnos itt is jótékony homály pedig. Igen, csak sűrű, itt is a növényzet. Na, ebben a másodpercben meg is érkeztünk, és már látszik, hogy ott zúg a vízesés. Itt a táblán lehet látni, hogy Cascada Vajuaga. Itt is van kutya. Nézd csak! Aha. Mindenhol. Mert tudod miért? Mert itt a turisták etetik őket. Igen. És a ki is van téve neki, a vacsi ott van. Kíváncsi vagyok, hogy mi van benne. Nem, ez üres. Lehet, hogy már megette és gondosan visszazárta. Bon appetit! Igen. A Bég völgyét, a Bánát legszebb völgyének hívják. Én az autós szakaszon voltam, most már másodszor jövünk rajta végig. Hát a vízeséseket leszámítva, én azért nem vágtam annyira hanyat rajta magam. A felső rész ilyen kisebb fajta zuhataggal kezdődik, és különben a karakterisztikája olyan a vízesésnek, mint a Zambézinek. Kérdeztem Biargótól, hogy tudja, hogy a zambézi vízesések milyen. Hát azt mondja, hogy ilyen, csak egy kicsit nagyobb. Hát abszolút igaza van, tehát ugye két oldalról folyik le ott is,
és itt pedig zúg lefelé kiegyensúlyozok, hát nem mondom, hogy túl biztonságos a hely. Ott lehet látni, hogy a bedőlt fák egyfajta itt vezetik a vizet, és amikor hóvadás van, akkor nagyon látványos ez. Ilyen lemegyek, ott a gyűjtőmedence felől szerintem jobban tudok mutatni. A bégvölgyi vizetések közül egyébként ez a leglátogatottabb. Nem néz ki talán, hogy miért. Természetesen azért, mert az úttól gyakorlatilag csak pár lépésnyire van. Annyira sötét van, hogy normálisan már nem tudok róla felvételt csinálni, csak azért látszik valamennyire, mert fehér. Azért minden esetre lekuttogok. Na akkor már innen is egészen fasza. Szabad szemmel még rendben volnánk, viszont a kamera az már nagyon nem vesz semmit. Csak hogyha van valami mesterséges fény, bocs, beállok így ide. És akkor tessék nézni, nem tudom, hogyha ráközelítek, akkor mennyire tartja meg az élességét. 6 méter magas különben a Vajoga vízesés, és a bánát gyöngyének is hívják. Nagyon nagy előnye turista szempontból, turisztikai szempontból, inkább így mondom, az, hogy ebben mindig van víz. Most is pedig nagyon alacsony a vízás, és a két felsőben pedig úgy tudom, hogy nincs. A bégvölgynek, illetve a bégvízesésnek meg. Illetve még egy dolog van, amit nem mondtam, a Bég szeme nevezetű tó, ami a Drakulnak a testvére, ott talán említettem. Van legendája. Na, a legenda a következő, a terület török uralom alatt volt, és a Bégnek a fia beleszeretett itt egy helyi csajba, és hát titkos módon találkozgattak, a Bég viszont megsejtette, és úgy döntötte, hogy megöleti a tyúkot. Na most ezt majdnem megtette, de a Bég fia a segítségére sietett, nekiugrott a janicsároknak, és bár a lányt megölték, de a Bég elvesztette az egyik szemét. A lehetőleg nem tudom, hogy most mennyire jó, vagy mennyire nem. Na most állítólag a Bég szeme nevezetű tóban a kiszúrt szem néz vissza. Elég morbid a történet, de igaz? Egész jó ez a lámpa. Hú, ez se egy gyenge szikla. Szihargónak a lámpája különben nagyon profi. Hogy mondják ezt, milyen ez? Technikailag mutasd? Tobledes, és akkor mi az? Miért, mit jelent ez pontosan? Hát gyakorlatilag mit tudunk róla? Egy szilícium lapkára integrálnak több ledet. Aha. Kisebb méretben nagy fényerőt tudsz kicsiholni az technikát. Jó, jó, hát mint az autónak a fényszórója. Elértünk a Bégtelepnek nevezett hát ilyen kiszélesedéshez. Van itt egy kisebb fajtató, ez pedig itt mellettünk a Beusnica Nemzeti Park hivatalos kempingje. Úgy látom, hogy az égvilágon senki nincs. Még egy dolgot látok, hogy nem látok semmit a kis nézőkébe, tehát nagy valószínűséggel a kamera már nem sok mindent vesz. Azért álljunk meg. Akkor csak röviden, amíg még talán látunk valamit, mi van itt. Itt fentebb van egy pisztánktelep, és a pisztánktelep oldalában kell fölmenni, és ott jön még két vízesés, a Beusnica, illetve ez a Fátyol vízesés. Úgy tudom, hogy az talán a kettő ugyanaz, igaz? Tehát ez egy Méztufa gáton lefolyó vízesést kell képzelni, hasonló, mint a Bigéri. Különben áram itt nincsen, de világítás mégiscsak van, gondolom, vagy aggregátorról, vagy napelemről mehet, és akkor itt az autó fölött egy pillanatra még belesünk a kempingplacra. Leginkább azért, hogy ha valaki akar táborozni, akkor tőlünk sokkal normálisabb körülmények között is lehet. Jól látszik, hogy van kajálóhely, tűzrakóhely, ott van még egy kisebb fajta szanetli, de amikor itt voltunk, voltak páran, többek között például lengyelek is. Velük pár szót váltottunk, túl a szokásos formaságokon, tehát, hogy lengyel-magyar barát, még adtak is nekünk vizet, ugyanis itt elviekben van egy forrás, csak egyetlen egy probléma van a forrással, hogy a forrást itt a helyiek úgy képzelik, mert megkérdeztük tőlük, mikor ott kijöttek, hogy itt lent a patak, hogy az a forrás. Romániában azért a patakból való ivás, főleg akkor, hogy a lakóterület is van a közelben, azért eléggé gázos, hogy nem vállaltuk be. Lengyelek kisegítettek egy tartályvízzel, amire utólag kiderült, hogy egy héttel ezelőtt a bulgároktól szermányolták. Laci akkor megmutatja, hogy pontosan hol vagyunk, azt szerintem egészen jól lehet látni ott, és akkor itt a Bég a hídja, tehát gyakorlatilag a torkolat, és akkor ennyit jöttünk fel, Cascada Vajoaga, a Bánát gyöngye vízes is nagyjából körülbelül félúton, és hogyha itt tovább mennénk, akkor itt van a Lakul, talán így jól lehet látni, tehát a Bég szeme maga a kis tavacska, itt pedig van a Beusnica vízesés, ez a mennyasszony Fátyol vízesésre haj az leginkább, vagy amit már említettem, akár a Bigérje is.
És hát ha már nem tudtuk megnézni, ha nem fért bele, azért megmutatni meg tudjuk. Tehát erről van szó. És a legenda, a béglegendája ide is kapcsolódik, ugyanis ez nem más, mint a megölt menyasszonynak, ugye a legendából a csaj, igen, tudod, annak a menyasszony fátla lett volna ez, de hát mivel a sírba nem vitte magával, azóta is itázik. Na akkor még annyi történik, hogy szépen visszacsorgunk a táborhelyre, ami innen körülbelül még egy olyan 3-4 óra autóval, amíg Viargó visszavezet, addig én itt bevágom a szunyát, majd mikor megérkeztünk, akkor gyakorló zombiként betámadjuk a sátorba, és újra bevágom a szunyát. 9:30, érkezés a célhoz. Most kellene mondani valami okosat a mai napról. Van az a mondás, hogy eufórikus hangulatban az ember nem fárad. Biztos, hogy van benne valami, de én ezt csak részben tudom alátámasztani. Maga a túra hevében valóban nem tűnt föl, hogy mennyire kidurrantunk ma, most viszont már igencsak. Úgyhogy a mai tervezett tűzrakást, illetve szalonasütést elhalasztjuk holnapra. Most jön a szúnyóka, és holnap egy egészen más helyszínen, egy egészen más következik. Tartson velünk mindenki!